kép, homás-e csak, mármint hogy Kanizsai, ugye ez a tárgy, illetve itt van a húzalomban, a kezőre is volt Molnár Boldi Zsáré, de nem ezzel szeretném kezdeni, hanem azzal. Szőke Lajos talán hallották most különösen ez a Hasutas című filmje, hát van ilyen is. Ő eredetileg egy betyár filmet szeretett volna készíteni, nem kapott rá pénzt, de egy nagyon érdekes történettel keresett fölkézre 2 évvel ezelőtt. Aztán így szólt, hogy mondjam meg, hogy ki volt az utolsó Bakonyi betyár. Hát, az könnyen. Meg tudom mondani, hát Savanyú úr. Azt mondja, nem. Hát mondom, akkor ki? Nagyon fontos a név is, hogy egy Gyenge Lajos. És mondom, mikor ért? Ugye az 1950-es években, és bevette magát a Bakonyba, és azt mondja, még ezt áruljam el, hogy az Ávósok, ugye tudjuk, hogy most megint visszajött az Ávók, de hát azelőtt meg tényleg voltak az előhősök. Azt hiszem, most a végkifejlet van. Na, elég az hozzá, hogy méterenként átfésülték a Bakonyt, és nem találták. Hogy mi erre a magyarázat, nem mondom. Nagyon könnyű a magyarázat, ha éppen nem botlottak bele, akkor olyan erőteret képzett maga körül, hogy elmentek mellette. Ugye, ezt komolyan gondolok, már biztos is gondolom, mert ugye rá is tesszük. Köszönöm szépen, megerősítette. No, tehát azt mondja, hogy nem találták, de a következő volt, hogy egyszer ugye szép emberi szóra vágyott, meg italra vált. Magyar azt is szereti, és bement a kocsmába. Hát ott ugye nem volt erőtere, mert hát idogált, és vagy 8 ávos ráugrott, és itt mondom, hogy Gyenge Lajos, van ereje volt, hogy a 8-at lerázta. És meg se állt a határig, holott, már elnézést, hogy ilyen profán vagyok, de azon a kényes helyen lőtték meg, ami után ugye nem lehetett volna nemzeni, és ő még el is képes volt. Na, és nem csak hogy a határig ment el, hanem Ausztráliáig meg se állt, ott megnősült, máig is él, és tényleg lehetne egy ausztrál-magyar koprodukciót csinálni, de hát természetesen ilyen filmre ugye ez a SZDSZ által vezényelt kulturális ilyet meg kell nézni. Akik itten pénzt kapnak, akik díjat kapnak, az csak az ő körükből kerülhet ki, illetve egy-kettő, akik már valószínű, hogy úgy vannak, hogy majd áttérnek erre a SZDSZ hitre, akkor az már kaphat. Hát így állunk a kis hazánkban. Na, elég az hozzá, hogy természetesen nem kapta meg erre a pénzt, és ezen bevezető után most itt kellene a barátunk elmondott dolgára reflektálnom. Hát talán esünk ki. Szóval én azért nem hiszem ezt a történést, mert Sobri, az a pár Antónia, alias Réka Rozi, hát akkora szerelem volt, hogy elmondták, hogy sőt, ugye azt is a mesterlövész, a Karalábi vagy Fümad és egyéb ilyen orvilági neveken szereplő, a legjobb barátja, és igaz lehet, mert ugye a Siragonházban mondta el, hogy neki a pár Antónia bevallotta, hogy ő terve van, tehát ezt is felejtsük el, hogy itt elkezdték, hogy terve van, de Onesztáron menne. Akkor is, tehát az 1830-as években is ezt a fogalmat használták, és hogy nem tudja, hogy mi lesz a gyerek sorsa, mert hát ugye tudva levő, hogy hát nem tudom hány vármegye, pandúriai, zsandáriai keresték ugye a Sobrit, és majd itt elmondom, hogy ő is tátos volt természetesen, és nem érte a golyó, de amikor a dzsidások körbevették, hát akkor ugye elő kellett venni a gyöngyháznyelű pisztolyát, és akkor ugye nem volt erőtere, szíve lőtte magát, így halt meg. Na, majd erre kitérünk. Itt pedig ez a gyönyörű sótartomi azt akarná bizonyítani, remélem, hogy az előadás végén ez bizonyított is lesz, hogy a betyárai, tehát nem a zsiványok, nem Savanyú Józsi, meg mindenféle ilyen csirkefogó, akik tényleg öltek, raboltak, egyebet csináltak, hanem a Sobri betyárok, azok mindenképpen mitikus történelmünk hősei voltak. Ugyanazok a hősök, ki
volt a Patilla, vagy akár Nimrodig is visszamehetnék. Hát ilyen a magyar történetben ugye nagyon sok van. És hogy miért gondolom? Mert ugye, ha egy nemzet a nyilas jegyében hát vállalja a krisztusi feladatot, akkor annak a szellemisége az, ami a nyilasban megjelenik, arról majd mutatom a következő képet, és a testisége az szemben van a nyilassal, tehát az ikrekben megkettőződik, mindig láthatjuk. Két betyárt ugye puskával. És hogy ez így lehet, az azért is izgalmas, mert ennek az embernek csak annyiba van köze a pásztorművészethez és a betyárokhoz, hogy ebbe a stílusba dolgozott. Ő egyébként egy karosi, 1864-ben született, és valamikor a 1930-as években halt meg, egy Molnár Boldizsár nevű gazdember, egy parasztember. De még ő is tudta ezt. És nézzük meg a következőt, és elnézést majd most, ha ugye a kiállítás, amit itt a kedves Dia továbbító farokével együtt rendezünk a kiállítást, én nem egyével, rendezünk évről évre, majd ez is ott lesz. Ez már saját darabom, de ugyanez az ábrázolás van, ezen is csak közben valahol eltűnt ez a diám, és a kettőből tudtam összekombinálni. Tehát az előbbi itt van a Turi Múzeumban, ez pedig a Lenyinben, ugyanez az ábrázolás. És mit látunk itt? 1896. Hát egyszer látjuk a szarvast, mint ugye a nyilasnak az első oltháza, és miért látjuk itt az oroszlánt? Hát mert ez a lelkiség. És hát meg lehet látni, hogy ezzel a lelkiséggel milyen 56-ot csináltunk, világra szólót, azóta sincs, azelőtt se volt, és ezt csak mi tudjuk már überelni, nem ilyen hamarosan. És hogy miért fogja vissza a szarvast? Azért, mert néha ugye elfut a nyilassággal, ugye ez tízes jegy, elfut a szekér vagy a lóa, úgy mondom, a lóa második oltáza nyilasnak, és ilyenkor az oroszlánnak vissza kell fogni. Bizony ez történt 56-ban is. Arról nem beszélve, hogy ezt eleve provokálták ezt az egész 56-ot, ugye? Hogy leszámoljanak itt, mert ez mindig így dokált, hogyha már ugye kivirult valami jelen esetben a hazaszeretet, már a vezérek is megvoltak, időről időre lefejezzük, vagy képletesen, vagy igazából. Most képletesen van, úgy fejezik le, úgy mondják ki a forgalomból ezeket a meghatározó magyarországi személyiségeket. Amellett ugye, hát erről mondta László Gyula is, hogy ezek ugye az állatviaskodások utalva itten a honfoglaláskori, vagy éppen a névvándorláskori művészetre. Én tisztelem, becsülöm a időközben elhunyt László Gyula bácsit, annál is inkább, mert ugye a Turán szerkesztőbizottságában ő volt benne, amíg hát élt, most gyászkeretben van a neve, de ebben az esetben hát nem így történt. Ez, ahogy elmondtam, másképp jelenik meg a mi népművészetünkben. Nézzük tovább. És ugye ez az a kép, amit sürgősen el kell felejteni, azért, mert a hivatalosan itt regnáló ortodox néprajzi, a tisztelet a kivételnek, azok ezt szeretnék elhitetni velük, hogy ugye ilyen bambuska betyár, mint középen, bambuska kacsi-bancsi zsandárokkal, hogy ez a betyárság és ez a zsandárság. Sajnos már 1889-ben ugye voltak ilyen ábrázolások is, éppen most itt a Gyöngyivel ezen a kiállításon ezt próbáljuk feldolgozni, hogy kimentek ugye a polgári személyek, és megrendelték a pásztorokból a tárgyakat. És egyre inkább arra hasonlított, ugye, ahogy megrendelték ők, olyan kívánalmaknak. A szegény Perczel János, Isten nyugosztó, hogy tátos ember volt, és tényleg mindig a igazi vágásból visszatalált. De hát ugye Madarasi László is leírta, hogy a róka barázdálkodott ugye a tyúkolba, meg egyéb ilyen, hát elég bambuska dolgokat, meg zsánerszerű, életképszerű valamiket is csinálták, mint kutya a vizet hamar levetette, és visszaállt a helyre, és el lehet mondani, 79-ben ugye 90 évesen meghalt, és szinte az utolsó pillanatig azt a fajta népművészetet produkálta, mint előzőleg itt a Molnár Boldizsár, és ugye arra volt büszke, hogy még a korcsmák küszöbét se lépte át.
egy jeles ember volt, írni-olvasni nem tudott, de mindaz a tudás, ami benne volt, azzal olyan életművet produkált, hogy itt Gyöngyi tudja viszonyítani, hogy szinte az egyharmadát a tárgyainak ki kellett hagynunk, mert egyszerűen nem fért el a kiállítótér. Egymaga produkált. És olyan remek művek, például a Korpuszt, amit azt hiszem már egy jelen levőknek vetítettem, talán a világ leggyönyörűbb korpusz, amit 1920-as években az egyik lányának elkészített. És ami korporál is, ugye, hogy itt is van egy fel, tehát csak az átlelkesített szellemiséggel, azzal jutottunk 5-6-ra, azzal tudjuk átvinni, Nagy Lászlót idézni, a szerelmet a túlsúlyt. Ezt ellenfeleink nem így gondolják, de hála Isten megvannak a napjaik számára. Az ígyek már előkészítették, hogy visszatérhessünk abba a kerékvágásba, ami mindig is a magyarság fő feladata volt, vagyis a teremtett világ őrzése. Ez a nyilas jegyű népeknek, beleértve a többi turáni népeket, a volt és jelen turáni népeket is, tehát ezt kell nekünk. És ez a borzatáj, hogy milyen környezet van itt. Ki kell mondani, amióta a liberalizmus itt tért hódított, és most ugye pont egy liberális akarja ezt a környezetet megmenteni, pont akkor, amikor a szélsőséges idiotizmusukkal, hogy mindent lehet itt, meg lehet nézni, milyenek az erdők, milyenek a tavaik, egyáltalán. Az a gondolkodás, amelyikben nincs rendszer és különösen nincs, és múlt, nincs múlt és hagyomány, az ide jutatja a környezetet. És ez a szomorú, hogy mit tesznek az állatokkal. Azokkal az állatokkal, akikkel nem véletlen használom ezt a fogalmat, akikkel úgy bánt a magyarság, hogy sehol a világon ennyi őshonos állat, és mindeddig ugye megőrizve nincsen, itt a pulikus kedvenceim, ugye rackák, a szürke marátusok, hosszan sorolhatnám, sehol a világon ilyen nincs, csak a Kárpát-medencében. És mindenki ellenében maradnak ezek az állatok. Rákosi a szürke marhának az utolsó, hogy mondjam, példányát, bikáját is ki akarta ugye iktatni azért, hogy soha többet ne legyen szürke marha. Hát a leggyönyörűbb állat a marhák között, ez a gyönyörű szarval, ami nem csak azért, hogy a címer az állatnak, hanem ebben célkulálva levegőt, tehát nyáron tudja magát hűteni. És ilyen állatokat csak szeretettel lehetett felnevelni, és mindmáig meg. Elnézést, hogy tőle szólok. Most hallottam, hogy az osztrákok lelőtték saját magukének a szürke marhát. Ez gyönyörű. Mert ilyen kormányunk van. Egyszerűen kérdem. Ilyen kormányunk. Egy fabatkát nem ér. Soha minket nem képviselnek. Képviselik a nyugatot, a keletet, mindegy. Nekik teljesen mindegy. Most Csepeli György nyilatkozott reggel ugye a rádióban, nekem tudva levő tévé évtizedek óta nincs, és elmondta, hogy nem az emberekre kell hallgatni, hanem a piac mindig diktál. Hát mondom, ez egy őrült. Fölültem a kicsodát, és ott van ugye, Moszkvába végzett. Talán menj őrba. Hát így kell kérni. Itt is megvan, ott is megvan. Most az SZDSZ-ben landolt, ugye természetesen komoly pozícióban. Hát felejtsük el ezeket az embereket. Azt se tudják, mit csinálni. Tényleg nem tudják. No. Megint rászólnak, hogy politizálnak. Minden tettünkkel, minden gondolatunkkal politizálnak. Menjünk tovább. És nézzük meg, hogy milyen furcsaság ez, legalábbis nekem, de talán önöket is meg tudom erről győzni, hogy egy alföldi faragó, egy mángolónak ez a részlete. Ő készítette az évszám szerinti legkorábbi dunántúli betyárágázat. Hogy honnan gondolom, hogy alföldi. A stílus jegyek alapján. A másik pedig, hogy ugye a puska balta egyéb, hogy mintegy, hát ilyen térkitöltő elemként jelenik meg. Tehát nem a testhez, a kézhez, vagy a lábhoz köthető. Ez az alföldi pásztorművészetre jellemző. Miért? Hát mert ott, ha valaki robotmúltú volt, vagy mondták régen, próbált ember, akkor átkelt a Dunán, azt fejtő valahol felvidéken ilyen. Megtelepedett, két ilyen tárgyat ismertünk, ez a Néprajzi Múzeumban van, a másik, az a Keszthelyi Múzeumban, de arról tudjuk, hogy hát utolsó napjaiban, ugye pont a Zalaegerszegen, hát elpusztult az utolsó darabig. És a másik, hogy kik vannak ezen.
Palatinszki és Böcskereki. És ha még a zöld marcit, ami a másik, az elpusztult Mangodon is ott van, akkor tudjuk, hogy ezeket fegyvernek pusztán, ma már ez egy komoly település, akkor még 1810-ben puszta volt, ott kötötték fel ezt a három alföldi begyárt. És itt ez jelenik meg, körülbelül az 1835-ös évben, amikor már zengett a Dunántúl, Sobritól, mert ugye akkor már a szombathelyi börtönben már összeszűrte a levet a porkolábnéval, aki kistafírozta, és hát annyira híre ment, hogy ugye két személyleírás van róla. Az egyiket még Győr-Sopron megyében Figura Ferenc, személytelen egy uradalmi erdész vadász, ő írta le, annyira tisztelték, becsülték, hogy nem mondták meg a nevét, holott a falvak, a környező falfak apraja nagyja tudta, hogy Sobri jelent meg, hát ő már akkor bős volt, ugye? És Somogyban, amikor ugye átkeltek a Balaton jegén, amikor már mindenki üldözte őket, akkor egy somogyi juhászember szinte szóra, hogy a legszebb közülük, a legmagasabb, a legfájdosabb, tehát a legjobb képű, a legszebb viseletben az a Sobri volt, ugye? Két személy leírás, és szinte pontra-pontra azonos. Ugye ezzel szemben egy Savanyú Rózsi, aki pici volt, rabbiátus, vörös, és bement hozzá a börtönbe, ugye egy viselkedés, azt mondták, ez a betyár. Na most képzeljék el, most kiadtak Savanyú Rózsiról egy könyvet, és amikor Veszprémben ezt elmondtam, a végén feláll egy ember, hogy Savanyú az őse volt. Hát, látja rajta, hát azért nem lehet kiközösíteni, és mondta, hogy hát amiket én mondtam, az semmi nem igaz. Kedves úra, én végig a periratok alapján, és a népdalok alapján, és az ábrázolások alapján dolgoztam ezt a témát fel, és mondom, csak egyet kérdezni. Ölte Savanyú vagy nem? Mert biztosan egy emberét megölte, de lehet, hogy kettő. Azt mondja, ő lehet. És mondom, mi a különbsége? Sőt, mondom, megcáfolom, mert ő ölt. Ő pisztollyal lelőtt az egyik emberét, de lehet, hogy kettő. No, hát erről ennyit, de lehet, hogy én is elfogult lennék, hogyha egy ilyen ősöm lenne, hogy esetleg topítanám az ő szerepét. De hát mivel nem az ősöm, hát kénytelen vagyok megmondani. Menjünk tovább. És ugye tudjuk, ha más nem a Bogáur előadásaiból, hogyha szembenézetben látunk egy pásztorembert, egy juhászt, egy kanászt, vagy egy betyárt, vagy egy vadászt, akkor az, ha kiteljesedett vadász, juhász vagy éppen betyár oldalnézetben, akkor csak tart a kivirulása, az igazi betyárság vagy juhásság, vagy éppen a más hát, kiteljesedés felé. És itt pontosan Kis Jánosnak, aki még a 18. számban született Nagysitkén Vas megyébe, ő azt ábrázolja, amikor szembenézetben, kívülülásával, teljes pompájával láthatjuk a viseletében, gyönyörű viseletű volt. Olyan viseletű volt, majd azt is megmutatom, mert leírták, hogy nem csak az ábrázolások milyen szépek, hanem valóban táncoslábú lányok elmondták, milyen színű, olyan egyéb. Na, tehát itt a pisztoly, itt a puska a kezében, mint az attribútuma, ugye a jelképes fegyverei, még néha baltát is a kezébe adták, hogy ilyen embernek. De itt nem Sobriról van szó, nem Milfajt Ferkóról, akit ugye Dabronyiként hívtak, mert 1817-ben ott született Veszprém megyében Dabronyban, hanem a betyár. De majd láthatjuk, hogy lesz olyan Kósa Józsi, aki nem tudta arról letenni, hiszen ő ismerte, hanem inkább már orgazdája volt, ugye, ő valóban a Sobri táblázó. Ez a néprajzi múzeumban van, ez a gyönyörű borotvatok. Menjünk tovább, és akkor nézzük meg, hogy Kósa József, hogy így mondjam, elmondásában, gyönyörű spanyolozott formában, ez a Malanyai kötetben van, Keszthelyen volt, tudjuk, hogy elpusztult, és sajnos volt egy változata, azért mondom, hogy sajnos Kaposváron, mert 71 tárgyal, ez volt a 72. majdnem ilyen ábrázolás, de azt hiszem, vagyunk, mert arról is van dia, következő igen, ez a másik változat, ez egy érettebb darab, ez volt Kaposváron. Hát ez bizony elvitték egy kis papír
Lakondekli dobozba, 72 tárgy, és akkor ugye a látóktól kérdeztünk kettő, és azt mondta, hogy már nyugaton vannak, már határattól. Nyilván megrendelésre dolgoztak. Na és inkább tehették, mert nem a múzeumban volt, hanem egy közeli falu egyik házának a pajtája. Tetszen kérni, ekkora kis doboz nem fér el a néprajzi múzeumban. És akkor ugye, amikor az ember megy ilyen helyre, akkor mondják, hogy megnézik ám a zsebét. Nem tudják megnézni. Az én gyűjteményem le van védve, és ha nálam jobban valaki szereti ezeket a tárgyakat, akkor nem tudom, mit csinálok. És én biztos, hogy nem engedtem volna. De hát ezt a világot érjük, és ők diktálnak, mert meg kell, hogy mondjam, ugye András Fali Bertalan biztos ismeri, neki köszönhető, hogy én nem lettem néprajzos. Emlékszem rá, hogy ugye, lévő, hogy magasabb, a járdáról elépett, ő a tanszékvezető mondta, biztos, hogy nem vonja vissza, mert nagyon becsületes ember, azt mondta, hogy Laci, a világért ne iratkozz be, mármint a néprajz szakra, már kiverik belőle ezt a lelkeset. Neki köszönhetem, hogy nem várték ki. De hát ez az, aki szereti a témát, meg aki hát pénzt kap érte. Most el lehet dönteni, hogy kinek van igaza, és ki képvisel igazán azt a tudományt. Ide fogunk tendálni, ami nem az számít, hogy kinek hány doktorátusa, még nem tudom, meg akadémia itt. Az akadémia ma, Gábortól tudják, Magyar Tudományító Akadémia, ugye a Pap Gábortól. És tényleg az. Menjünk tovább. Itt van Sobri apja, Sobri Pap Józsefnek hívták az apját is, idős Pap József. Középen ugye, aki kanázolt ott a baltája, az öccse, a János, és itt a húga. Most nézzük meg, hogy milyen gyönyörű viselete vannak. Ez egy daguerreotíp kép, amit kiszíneztek utólag. Ugye ez a Vahut Imrének a karcolataiba jelent meg. 1840-es években, hát lehet látni, hogy itt nem akárkikkel állunk szemben. A Sobrinál is láthatjuk. Menjünk tovább, és nézzük meg ezt a teremtő által is egymásnak teremtett emberpárt, Sobri Józsit és Répa Rozit. Répa Rozi a pár nevű fiskálisnak a lánya volt, akkor, amikor már összejött ugye Sobrival, akkor már nem élt az apja. Egy olyan pincéjé volt, hogy onnan a zene nem született ki, és ott táncoltak, ahogy a mesterlövész, ugye a Fima vagy Karalábé, a legjobb barátja Sobrinak ugye elmondta. És hát tényleg ott forradott a levegő, annál is inkább, ugye, mert 1807-ben, igen, ugye augusztus 8-án született Pár Antónia, tehát az oroszlán egyéb. Tudják, milyen az oroszlán, ő megmutatja. És amellett ugye a népdalok úgy szólnak, hogy a Ringo de Reco Répa Rozi. Valószínűleg az aszcendense meg Merkur volt, Szűz vagy Ikrek, tehát kitűnően táncolt. Ez a tükrös annak a Kósa Józsinak a munkája, aki említettem már, hogy nem csak hogy ismerte, hanem orgazdájuk is volt, és ezért, ugye amikor keresték, amikor a begyárakat sorba begyűjtötték, illetve lelőtték, akkor előbb elment az őrségbe, bár juhász ember volt, ott kanászkodott, és valóban ott volt, mert előkerült egy 10-15 évvel azelőtt egy mángolója, amit ugye a stílusjegyek alapján rá lehetett ismerni, hogy ő volt. Aztán, amikor már ott is szorongatták, akkor hirtelen megindult, és egész Görgeteg Csomag megyéig, a Sogor női ez ment, és ott húzta meg magát, míg aztán zsandárok a nyomára akadtak, és bevitték az alegerszegi börtönbe. Ezt 1843-ban ott készített, ezt a gyönyörű tükröst. Ahol még azt is nézzük, ugye tudva levő erről már itt többször beszéltem, hogy a népművészet az eredetileg síkban jelenik. Ugyanúgy, hogy a régi egyiptomi falképek, a sumér, hogy sorolhatnám hosszan, minden nagy kultúra ugye síkban, tehát a látszat távlatokkal, hát ez egy igaz társadalom, igaz emberekkel, igaz gondolatokkal, igaz érzelmekkel. Tehát ők nem ilyen látszat távlatokra, amiről a japánok azt mondják, jó, hát persze, hát a, ugye ez a reneszánsz által fölfedezett, hát
tárgat, ami van büszke Európa, ők 15 féle ilyen megoldást írnak, és mégsem büszkék rá, mert ez csak egy eszköz. Ezzel lehet jó képet is csinálni Magyarországon is. Itt sikban jelenik, itt nincs mellébeszélés, és nézzék meg ünnepélyes tartásba. Tényleg úgy, mint egy szakrális jelenet lenne, és az úgy, mint egy törőjük is el, mert ez tényleg az út, ahol ez egy olyan, még ahhoz a szeretett valláshoz kötődik, amit ugye mi akár ordozva, vagy akár a sumér vonalon menve, mi képviseltük. És ugye mi rá mondták, hogy pogányok vagyunk. Nem sértették ezt a fogalmat. Pogány azt jelentette, hogy nem városi. És semmi köze itt a pogánysághoz. Hát el tudják képzelni, hogy akik az istenek alatt élnek, hogy azok nem tisztelik a teremtőt. Ezek az Isten tenyerénél. Tehát ilyen tárgyakat ma, ha vért izzadnak, és most elnézést itt a jelenlevő faragóktól, de Gyula bácsi is meg tudja erősíteni, nem tudnak. Ez olyan mély meditáció kellett, hogy elmentek ugye a kanászok, akár Vasból vagy Győr-Sopron megyéből, a Bakonyba. És ott, ha nem volt az zord idő, akkor ősztől egész tavaszig makkoltattak. Hát el lehet képzelni, hogy milyen révülésbe estek, úgy mondanánk, hogy meditációba, ahol legfeljebb a kanász bojtárunkkal beszéltek, meg a kutyájukkal. Na most, ha éppen egy disznót leöltek, vagy valami konfliktusuk volt, vagy éppen barátkoztak, ugye, hogy régen mondták, cimboráltak a begyárókkal, akkor mentek egyenest a börtönbe. Annál jobb hely nem volt, hogy ott elrégülessenek, és független, hogy milyen hideg volt. Én azért merem ezt mondani, mert a Szombathelyi Levéltárnak a raktárában télen Tilcsik Gyuri barátommal, a levéltár igazgatóval lementünk ezeket a feliratokat ott kutatni, és egy óra múlva pofajkásan fel kellett jönnünk, mert nem bírtuk. Ezek az emberek még ilyen gyönyörű tárgyakat készítettek, legfeljebb gyertyafétben, mert ott aztán napban, amiben bejutott, az édes kevés volt. Tehát nem az eszközökön. Ezen múlik és még inkább ezen. Ha valakinek van lelke és a teremtővel egyenest megteremtette a kapcsolatát, megvan az alázat hozzá, akkor ilyen gyönyörű dolgok. Lefűződtünk a teremtőről, lefűződtünk a természetről, és egyáltalán mindarról, ami élni segít bennünk. Hát ide kell visszatalálnunk. Ezek az előadások lényegében erről szólnak, és higgyék el, hogy elképzelhet úgy. Én is a kutatásaimban tévedtem, de hogy ez 80-90%-ban ez így van, azt azért merem mondani, mert már a 20. század elejétől a betyár pereket szisztematikusan kiselejtezték. Ugye ez már engem nagyon elgondolkoztatott, és amikor a Gönczi Ferencnek a Somogyi Betyárvilágról 1943-ban megjelent könyvét olvastam, ő ugyanezt mondta el, hogy ő még olyan betyár perekbe tudott betekinteni, amiket azóta kiselejteztek, majd erről is mondok valamit, és akkor mondtam, hogy miért kellett kiselejtezni, miért maradtak meg a tyúkberek, amikkel senkit nem zavar. Tehát itt már valami, most tudom, itt az összeesküvés elmélet meg egyéb, tehát ez a tény, üssék fel a Gönczi Ferencet, ott van, akkor ő is összeesküvő volt van. No, és a másik ugye, hogy hála Isten, amit én szoktam ott mondani, hogy mindig marad valami. Egyrészt az én kutatásom onnan eredtek, hogy hamar rájöttem, hogy a betyárok mindenképpen a szellemi muníciót adták ennek az egész körnek. Tehát feltétlenül kell a betyárokkal foglalkoznom. Aztán később kiderült, hogy az őspásztorok, pásztorkirály, szóval nagy kalákába volt itt az ideológia is, és egyik erősítette a másik embert, és különösen akik ugye a kézügyességükkel egy gyönyörű tárgyakat készíteni, hát azok meg voltak támogatva. De most voltam Kaposváron, egy másfél-két hónappal azelőtt, és egy Berta Gyula nevű ember mondta, hogy megtaláltak, vagy 300 feliratot. Na, nagyszerű, hazamentem, és rögtön fölhívtam a Tilcsik Gyurit, hogy nálatok nem maradt-e meg, mert mondom, hát ezek szerint jó érzési levéltárosok voltak már a 20. század elején is, és eldugták. Most került elő.
És azt mondta a Gyuri, sajnos náluk annyira tisztában téve az egész raktári anyag, hogy ott nem került. Ott tényleg elpusztították. Elpusztították Pesten, Bécsen, mindenfelé, Kaposvár, hála Isten, megmaradt, és ezeket ki is ott ez az ember, meg most a periratokban más, hát ilyen büntetőpereket is egy könyvben meg fog jelenni. Menjünk tovább, és nézzük meg, ez a mágulom, mint megint csak a veszteség listára került, hiszen Zalaegerszegen az is elpusztult, sőt, ugye ott az egész szerelményre, egyrészt a Darnai Simegi Múzeum, ugye egyesült a Kesztei Múzeum 1936-ban, és a Sepsiszentgyörgyi teljes múzeumanyag is rákerült erre a vonat szerelményre, és egy elég elleni ítélhetően egy masinista nem vitte ki az állomásra, amikor felszólították ezt a szerelményt, és jöttek a raták, és semmi nem maradt az egész. Úgy hívjuk, hogy Keszthely ugye a debreceni múzeum lett a leggazdagabb vidéki múzeum. Hirdésmond két tár maradt meg, egy betyárpuska, és Viszár Józsefnek egy gyönyörű állatokra, mert ezek ilyen bonyolultabb darabok voltak, már nyilván a nagy sietségben nem tudták becsomagolni. A többi mind elpusztult, az épület megmaradt, a dokumentáció megmaradt, a fotonegatívok megmaradtak, minden. És megmaradt az a malonyai kötet, a harmadik, ugye a Balaton melléki pásztorom része, aminek mondhatom a 60%-a a Keszthely Múzeum anyagából került bele, főként rajzokban, néha fotóként is, de Juhász András és másoknak a rajzaiként, festményeiként kerültek ebbe a kötetbe. Hát mit látunk itt? Ugye azt már az én előadásainkra nem is emlékezvén, de a Molnár Józsi barátunk, azt többször is elmondta Molnár Józsika, hogy régen ugye a hölgyek adták, menjenek ezek lányok vagy asszonyok a virágot, de inkább lányok, mert már én nyugodtam, mint egy a maguk virgóját, szüzességét kínálták fel a férfinek. Hát ezt is, ennek is egy gödert adtak, ez ugyanaz, mint a hete, mint a gonoszok, nem a hét, a szent szám. Tehát itt látszik, hogy itt beékelődtek olyan emberek, akik nem győztek azon fáradozni, hogy mi a múltunkat ellátsák. És itt láthatjuk, ugye minél nagyobb a virágcsokor, gondolom annál inkább érzik, hogy mekkora szerelem fűződött itt kettőjük. Szinte lángot vett ez a virágcsokor, amit ugye a Sobrinak felkínál. Menjünk tovább. Legalább színes hajszban ez megmarad. És akkor itt van Kirázsiga, akit ugye szinte a legjobb spanyolzó mesternek tartanak, és aki 1835-ben negyed évig volt a börtönben, méghozzá úgy, hogy hát ezt a Vilfajt Verkónak, vagy ez Dabronyinak ugye egy 30 oldalas ollomása volt, ez olyan dolgokat nem igen tartalmazva, amiért ki kellett volna selezni, hát nehéz lett volna, mert szinte minden levéltárba eljuttatták, hogy ez Debrecenben volt, hogy 1836, és most tessenek kapaszkodni, december 24-én, Szentestén húzták fel. Elég görény dolog, hogy most ilyen profánul fejezzem ki magam, ugye? Ez tényleg a megbecstelenítés, ami szinte példátlan, illetve majd lesz példa, ez is egy nagyon érdekes, aki szintén ugye a pitikus történelmünk hőseinek egyike, Csizsilinszki Endre, és most ne tessenek megbotránkozni, tudom, hogy Ain Andrást a testvérével megölték, de egy példaszerű élet volt utána, és amikor mondták, hogy hiszen megszökhet, és a ugye gazdag arisztokrata család sarja volt, az egyik szolgáljuk ott kezet csúkolt neki, és hát értésére adták, hogy megszökhet. Ő azt mondta, nem, a halálával példát mutat. És ugye ez megint csak, ahogy említettem, 44. december 24-én volt, amikor megölték, és jöttek ugye a csárnók, és azt mondták, hogy valaki nagyon nagy ember hallottott meg, mert nem augusztusban, decemberben olyan hulló csillag hullás volt, hogy rögtön tudták, hogy valaki nagyon komoly ember halt meg. Meg hát láthatjuk, hogy ezért a dolgok ezek visszatérnek, ugye? Ha valaki ilyen gerinces és magyar, az ekkor is, akkor is megvetett. És
sajnos ez a lavanc dolog, ami itt nálam van, ez végkísérje. Mint egy, én nem is tudom, ez a próbatételük. Hát nézzék meg ezt a csőrét most, akik föl vannak. Elképesztő. Elképesztő, hogy itt már lassan abba se bizok, hogy ott egy becsületes takarítól oda kerül, mert azokat is már úgy válasszák ki, hogy csak ebből a bűnöző bandából kerülnek. Tudom, hogy fölveszik velük. No, Király Zsiga ugye, amikor a figura Ferenc uradalmi vadász ugye elmondta, hogy milyen viseletben, milyen ruhában, meg egyáltalán, mielőtt a Király Zsiga falujának, kisfalunak, ez ma ugye a, ki akartam mondani, összeolvadt, tehát összeolvadt, és ma nincs kisfalut. Holott volt egy olyan utcája, hogy Király utca volt. Őt egyébként nem így hívták, hanem Takács Zsiga, sőt, Ódor Zsigának is hívták. Három néven is szerepelt. A Király az anya neve volt, Királyság. Az Ódor meg az, aki a Takács nevű apja halála után ugye elvette az anyát, Királyságát. És ugye a Pilfajt Ferko, vagyis inkább mondjuk Dabronyinak, amikor megjelent, és Dabronyi elmondja a büntetőperébe, hogy amikor 7-nél többen voltak, és ezt nagyon sokszor lehet tapasztalni, tehát a szent számon túl voltak, akkor két csapatról szólt. Az egyiknek természetesen Sobli volt a vezére, a másiknak pedig a Dabronyi Ferko. Amikor először látogattak a Kisalföldre a Rába közbe, a betyárok, akkor Dabronyi Ferko mellett ott volt Sobri is. Ahogy említettem, ő neki a nevét még csak ki sem mondták. Ez is már ugye nagyon misztikus, hogy miért ne? Hát tudják, hogy ott van. Ott a környék Kaprai nagyja tudja, hogy látogatást tett. Ugye nem Rákosi Pajtás, hanem Sobri a gyönyörű viseletébe. És hát egy kurcella, egy idegen hangzású nevet, a Molnárt ugye megleckéztek. És már most itt elmondták. Savanyi Józsival ellentétben Sobrihoz vér nem tapadt. Amikor 36-ban körülvették a pandurokat, akkor a papandur, aki a csapatban elég kemény volt, és hát rögtön azt akart, hogy leszámoljanak őt, azt mondta Sobri, hogy nem. És kvaterkáztak, csütorát cseréltek, és elkezdtek borodni és beszélni. Hát ennyit a ellenfelekről, meg hogy azért a másik oldalon is akkor még volt becsület. Amikor másodszor jelennek meg a betyárak, akkor már Salföldről két lóval és egy szekérrel, Salföld itt a Balaton felvidékén van, amit eltulajdonítottak, és megjelentek Hajós István számadói ruhásznál, és rögtön Király Zsigát keresték, mert ugye ő már rohadt múlt ember volt, hiszen börtönben volt előzőleg, aki aztán azonnal gondoskodott az ellátásokról a betyáraknak. Hangsúlyozom, akkor csak a Dabronyi féle betyárok voltak ott, táncoslábú lányokról is, ezekről majd még szó lesz. Egy újabb szekéről, és három nap, három éjjel dombíroztak, mindezt a halottak napján ide. Ebben az időpontban tudnélik, ez volt a rituális leszámolás ideje, mert itt mindenek körül zajlott. Ez nem, hogy ezek most, hogy itt lőnek, meg mit tudom én, nem. Meg volt az értelme, mit, hogyan. És ugye, amikor kimosták, és ilyen gyönyörű mámborlókkal kimámborolták a betyárok ruhát, akik három ilyen három nap dombéroztak. Hát el lehet képzelni, hogy ott megint forrt a levegő, és hát most már itt el kell, hogy mondjam. Király Zsiga sorra azoknak a lányoknak címezte a börtönből ezeket a mámbolókat, ugye Kis Erzsébet, Orbán Nani, és itt nem tudom a harmadik nevet, akik ott táncos lánya voltak, és Uramisten, mert ez egy vénusz szertartás is volt, hát sorra rendben 9 hónap múlva megszülettek a gyerekek. Mert hát emberek voltak, és el lehet képzelni, hogy tényleg ezek a lányok, akik föl rá mind árvák vagy félárvák voltak. És amit leírnak a népdalok is, az tényleg úgy volt, hogy a Dabronyi Ferko pénzt adott nekik, mert nagyon szegények voltak.
nem azért, hogy most az együttlét vagy nem tudom minek az áraként, hanem mert szegények voltak. Tehát tényleg igaz az, amit elvettek a gazdagtól, azt ugye kiosztották a rászorulóknak. És ugye ilyen gyönyörű mángolókkal prezentálták meg ezeket a hölgyeket, kirázsikat tudom bizonyítani, minden periratát láttam. Hát elgondolhatják, amikor már évek óta kerestem, akkor a Horváth is hívták a levéltár igazgatót Sopronba. Kihoz nekem egy ilyen büntetőperi mutatót, és szabásan vagy 10 percig úgy emléktem, hogy nem tudtam. Ugye, hát elkezdeni a jegyzetelést, mert ott nyílt szét, hogy kirázsik. 28-at magára, egy masztreper volt, úgy vonult be a börtönbe, előbb kapuvára, a vizsgálati fogságba. A táncoskába hölgyek is. Ők írták le, hogy milyen ruhába, hogy táncoltak, meg mindent. Tehát egy olyan helyzet állt elő, hogy minden dokumentálni tudunk, de ebben még az is megvan, ugye, hogy milyen muszkaprémes ruhába, milyen tolmányba, milyen rajtuzliba ez a madrág, ugye pirossal szegve, és kirázsiga mind pontosan, teljesen hülyen az igazsághoz így ábrázolta a figurákat, csak a mikrokozmoszt a makrokozmoszra megfelelte. Tehát a csillagoséggel, mert ezek olyan dolgok ugye, hogy itt a két világ az egymást fette akkor még. Azért mondom, hogy ezek mind szakrális tárgyak, és nem véletlenül ünnepélyes tartásba. Nézzük tovább ezt a részletet. Igen. Ugye talán nem kell mondani most már, hogy ez a hölgy és a táncosa, ez az ikrek megfelelően, tehát a nyilvánosra szemközti szituáció, amikor táncolnak. És ki ugye ez a hosszú túljás, gyönyörű cifra szűrve, megint csak kiterítve és szinte beforgatva, ez pedig a nyilas csillagképben az auriga, a szekeres, azt így elválasztott. És a másik, amikor ugye van másik változat, amikor a cigány hegedűjével, akkor megint csak a nyilas, akkor pedig a szignusz, ugyancsak a nyilas csillagképbe levő, hát konstellációt jelképezte a cigánynak a jelenlétben, illetve a hegedűben való szereplése. Ja, itt van Gározinak, ő volt a harmadik, aztán lehet, hogy több is volt, mert több táncos lány is volt, de hát hála Isten, három ángol előkerült. Ha jól emlékszem, pont ez volt az, ugye a nagy hősi bevonuló szovjet katonák, ennek a gyönyörűen díszített ilyen sorófa, arra tekerték a nedves lányásznak, azt ugye már tüzelőként fölvágta, és a mángolót is a gazda arra tudta kezébe kicsavarni. Ugye ezek nem csak megbecstelenítették a hölgyeket, lányokat, asszonyokat, még a nagymamákat is, hát ők ilyenek, hanem ugye tönkretették a mi kultúremlékeinket, sőt, ugye a bevonuló alakulatok mögött mindig ott voltak a művészettörténészek által irányított főraklók, akik hát itt Somogyban, két-három kastély volt egy-egy faluban, mindent elvittek. És most akkor már elnézést, itt szarakodunk a sárospataki anyagon, mi mindent tűntek. Hát itt olyan gazdag kastélyok voltak, Széchenyek, Somzsicsok, Festeticsek, hogy elképesztő. És akkor ma, amikor tényleg, hát ők ma helyzetben vannak, hogy örüljenek neki, ha még egy kis ország is, de hogy valahogy ugye kapcsolatban legyünk be, akkor sorra letagadják, meg nem lehet tőlük. Hát mi ez? Mi ez? Hát ez egy intézményesített országi bűnözés. No, ez legalább megmaradt, és most nézzük meg ezt a hullámzó természetű, a szoknyát, ez a vizentő jelenet. Hát ugyanez volt a kréta-mükénei kultúrában, már ki tudja mikor. És ez is mutatja, hogy itt minden motivumnak milyen fontos a magán az ábrázolásnak túlmutató jelképe volt. Színekbe, formákba, mindenbe. Mind tovább. Vagy itt ugye, ahogy említettem, a cigánya hegedűvel, és ugye büszkén kirázsiga csinálta. Most ez nem mond ellent annak, hogy írni, olvasni, mi nem tudok. Mert leírták neki. Ugyanaz a kaligrafált betű, képlettel minden, amit
leírtak neki, nem mindig volt a börtönben valaki, aki ugye tudott írni, azt szépen aláírta. Keresztet tett, minden büntető perege alá, nem kettőt, nem volt doktor, nem nagy képviselő, de ugye mindenképpen tudnunk kell, hogy azt nem kérdezték meg tőle, hogy a rovásírást művelt, mert hogy művelt, az biztos. Ezek az emberek olyan tudással, az a bizonyos minden tudás, mert nehogy eléggé, ami most itt az akadémia Patyomkin fala, ugye minden tudás, még a cím is abból a könyvből valamit 96-ban adtak ki, csoda vagy csodálatos. A minden tudás az, amit fölkről van. Ma már egyre több ilyen, főleg hölgyek, ilyen extra szenszek, akik ezzel rendelkeznek, tényleg a minden tudással. Az akadémia, amit képvisel, az ilyen szelvényekben, és ebből soha nincs, mint a Néprajzi Múzeumban sem. Külön van az állattartás, ott szerepelnek ugye a Király Zsigának a tükrösek. A mángolói azok már mesterségű, de ha lett volna ugye, mert miért ne lehetne, ugye, mit tudom én, egy fűszertartója, az már táplálkozás gyűjtemény. Nem egy őrület. És amikor egymásra engedünk a raktárakban, akkor hogy alakul ki ebből egy egész kép? Hogyan tudják feldolgozni? Teszem azt Király Zsigát. Nem véletlenül van egy olyan állótükre, amit mindmáig, pedig már publikáltam is, Király Zsiga csinált 1850-ben, még az egy Zalaegerszeg, a börtönben. Még mindig nem fedezték hogy az Király Zsiga munkája. De hát nem is lehet. Ki csak azt nézi volna a végén, hogy mennyi pénzt kap meg hogyan, az nem, annak nem világosodik meg ugye, hogy melyik a Király Zsiga tárgya még. Menjünk tovább. Ezt már mutattam ugye, csak egy nagyobb részlet. Nézzük meg, hogy milyen gyönyörű és olyan míves, hogy tényleg ezt nem most rendszeresen utánozzák, ugye a nagyházi aukciókon rendre feltűnnek Király Zsiga figurák. Egyszerűen nem tudják. Ő hajszál vékony vonalakat tudott karcolni, és azokat spanyolozni is. Már ez nem megy. Kétszer a vastagok a vonalak, nem. Ez csak a Isten tenyerén, vagy éppen a börtönben révült állapotban lehetett ilyen gyönyörű tárgyakat készíteni. És merem állítani, hogy nem itt Magyarországon, de már ma az egész Földön ilyen minőségű tárgyakat nem tudnak csinálni. Ezért kellene azt, hogy sorra rendre kiadjuk ezeket a tárgyakat, bemutassuk persze a színesbe, mert a szlovének arra büszkék, hogy mit is mond, van egy tucat díszített okmány, meg körülbelül két tucat díszítetlen. Abból egy vastag könyvet adtak ki, és még a díszítetlenek is mind színes oldalakból jelennek meg. Ők arra is büszkék, hogy mi csak sótartókból több ezeres kollekciót tudnánk kiállítani, több kötetre valót, az ugye nem megy annál is inkább, mert ezek nagy része alkozós, hogy az ember megfogja, három után már megy ki a mosdóba, mert olyan koszos. Ahogy bekerültek, nem csak az a kosz van rajtuk, hanem még az is, ami mint a guano, ugye rájuk telepedett az évtizedek, vagy éppen száz év során. Hát ennyit ugye, de tőlem védik a tárgyakat természetesen. Csak a kosztól le. Menjünk tovább. És itt van ugye az úgynevezett Biedermeier. Hát ezeket mondják, hogy a Biedermeier lapok, akkor is voltak ilyen divatlapok, ugye, hogy ezektől inspirálódott Király Zsiga és társai, sokak, Jó Nagy Józsi, Kálmán János, Török-Német János is. Hát ezek kellemkedő, olyan viseleti darabok, mint maguk ezek az uracsok, meg a hölgyemények. Hogy az ember már, bocsánat, de úgy igazából nem tud velük egy levegőt szívni. Hát ahhoz képest, amit ezek a népművészek csináltak, hát összesen elkosolt. Menjünk tovább, nézzük meg még egy, ja, nincs te. Itt van a Turi Múzeumban Kis Istvánnak az a munkája, ami az mindvégig haláláig ragaszkodott, már pedig 93 évesen halt meg, 1932-ben. És itt már ugye bemozdulnak az alakok. De miért? Itt nem csak virtuálisan, hogy a növények is mintegy elkezdenek ugye mozogni, hanem a figurák is. Azért, mert 1873, ugye, ha alul van a kép, az a múlt. Az a táncos múlt, amit úgy mondanánk, ugye a Ariel Angel, ugye az a baszke táncos asszony, aki Amerikában is kijár a baszkokhoz, ő azzal kezdi, hogy
mikor beszélgettél utoljára, hajnal lett és rádöbbentetek, hogy akár ketten, akár több ember vagy asszony, rájöttél, hogy micsoda csodálatos éjszaka volt, hogy beszélgettél, hogy mikor táncoltál utoljára, mikor énekeltél, mikor zenéltél, és amikor azt mondják, hogy már egy éve, kettő nem, akkor bizonyos mondhatjuk, hogy meghalt a lelkem, úgy mondnák, hogy depressziós ugye. Most ez egy nagyon divatos dolog, hát nem csak lefűződtünk a rendről, a teremtőről, nincs eligazodók, hát persze, hogy akkor ilyen gondjaink vannak. És akkor már csak idő kérdése, hogy a lelkünk után meghal a testünk is. És ez a sok-sok félelem, ami higgyék el, a tévétől meg kell szabadulni. Minden égi közlés azt mondja, hogy felejtsük el a tévét, felejtsük. Nem csak azért, mert olyan műsorok vannak benne, hogy az ember tényleg hányiget kap tőle, hanem azért is, mert tudat alatt benyomnak olyan információkat, hogy az amerikai gyerek, ugye ott kimutatták, hazament és megölte az anyját, mert ezt kapta parancsnok. Úgy, hogy nem is tudta, hogy ezt szugerálták benne. Nem szabad. És azt szoktam mondani, hogy aki gyerekkorában ott felejtettek a tévé előtt már elnézést, akkor csak konzum idióta lesz. Az a konzumidiót, aki megy a Tesco-ba és egyéb is vásárol, shoppingol. És minden nap elmegy, mert minden nap hiányérzete van, mert igazi lelkét megmozgató dolgokkal nem találkozik. Nincsenek igazi barátjai, nincsen igazi kedvese, a szülők is már ugye, örülnek, hogy a tévé előtt lehetnek a gyerekek, vagy kint randalíroznak, és hát ezzé válnak. Na most, ugye 1873-ban nem véletlenül ez a gyönyörű, hát a borotválkozók szerint ebbe tartott ez a kis István, aki fix vagy tátos, fix. Ma már úgy néz ki, hogy minden második, harmadik faragó, az tátos ember volt. Majd erről is beszél. Ott van 1873, akkor, amikor Pest-Buda, illetve Óbuda egyesült. Ezért, amikor 1973-ban egy nagy kiállítást, hála Isten Csilléri Klárának, a nagyoknak, ugye a Kreszpaninének, másoknak, hogy akkor bemutatták fönn a várba, és ez volt a plakáton, meg ez volt a katalógus címlapján, mert ugye ebben az évben egyesült, alakult ki Budapest, ugye. És ha még azt is megnézzük, hogy a készült felirat miért ilyen furcsa kaligráfiával oldódott meg, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez az ember tökéletesen tisztában volt azzal, amivel akár a sumérok is, hogy a ligatúra, tehát a K-ba, a K-i, az ő monogramja, Kis István, az is benne van. Nem csak ilyen tudunk. Jóna Józsi, aki pásztor király volt, ennél fogva nem szignálta a tárgyait. De, pont nálam ez a borotvató, hogy 1841-ben a két egyesbe, elő és hátul, a J-jét belekom. És azonnal tudtam, amit úgy ki lehetett számolni, ugye ki triblizni, hogy Király Zsiga körében ő volt az, aki már 15 éves, 1820-ban már börtönbe került, és utána szinte minden évben egészen 1847-ig. Mert hát pásztor király, hát egy olyan tudással rendelkezett, ugye, hogy minden módon a koncepciós perek folytán, hogy börtönbe került, szinte több időt töltött börtönbe, mint ki. Aztán, amikor éppen 35-ben kiszabadult, gyorsan megnősült, elvette a Kalmár Katalint, ugye, akit a gyereke nem lett. De az az érdekes, általában Sopronban meg Szombathelyen volt a börtönbe, hanem a Király Zsiga köréhez tartozó kiváló pásztor király volt, és feltételezhette majd a tükrös mutatom, hogy Király Zsiga azt a gyönyörű legszebb tükrösét neki készítette. Na most, az az érdekes, hogy 47-ben, akkor ugye Veszprémben volt a börtönben, de 48. március végén hozták illetőségből, mert Pápolcon lakott, ugye, ott volt juhászszámadó, ezért áthozták Szombathelyre. Hozták volna, csak a forradalmi napokban ugye eltűnt. Többet nem került börtönbe, és végül lett ugye a juhászszámadóból magánzó, és úgy halt meg 86 évesen. És közben egy ilyen rohadtmúltú, próbált ember állandóan hívták, hol tanulnak, hol keresztapának, nem csak Pápolcon, ahol élt a katolikus úr egyébként, hanem a környező falokban is. És nem értette. Hát hogy lehetett akkor is azért, hát egy próbált ember, hát nem tudom, a pásztorok körében még csak lehetett
ugye ázsiója, de hogy a falu lakosai körül, és rájöttem, hogy azért, mert hát ő volt a pásztor király. Erre akkor jöttem rá, amikor újraolvastam az egyik feliratát, és ugye a kocsmában, hát nyilván a feljegyzője ennek a pernek, a vallomást azt írta le, hogy a kocsmába kerülve, mint egy kötelezte a pásztor társait, hogy őt, mint az isteneket, ugye méltossák. Nem mondom, jó berúgattatok, azért történt. Igen ám, de amikor Debrecenben, mert hát ugye én mindent próbálok, ami rendelkezésre áll kikutatni, ott a leíró kartonokat végignéztem, és akkor ott kiderül, hogy a pásztor király. És a pásztor királynak ugye a nagy körzetből mindenki a kis mellesére, bőrbőmbelényére egy tükröt vitt, és azt rávart a pásztor király. És minél több tükör volt rajta, annál nagyobb volt a hatalma, hát szóval a tekintély a pásztor királynak. És akkor esett le, hogy hoppá, hát ez volt nyilvánvalóan a jó nagy Józs is egy más körbe. És hát el lehet képzelni, én lefotóztattam ezt a kis mellényt, egyébként rám nem jött. Mert akkor nem azon mérték egy embert, hogy milyen termetes és éppen milyen jókarban van, hanem a tekintélyben. Hát nem is ki akartam mondani, az, aki az alföldi betyárságról, a Nagy Cirok László, ugye írt egy olyan könyvet, ő nem volt hivatásos néprajzkutató, de ugye 100 évre visszamenőve a családi hagyományok alapján leírta, hogy voltak olyan pásztor királyok, hogy odaálltak, hogy amikor nagyon zord idő volt, akkor nem kint a rideg ujja nem kint legelt, hanem istároztak. Odaállt az ajtó elé, ilyen kis cingár ember, maga 60 kilójában, és egyenként név szerint beszólította azokat a bikákat, akiket amikor vittek az olasz csizma, vagy éppen Nürnberg, vagy Bécsig, akkor minden falu előtt, város előtt megbékjúzták őket, mert azok aztán tipok. Hatalmas állatok. Ez meg ugye a szellemi, a lelki felkészültség, az a többlet, ami benn volt, megszólította őket, és lépésben bementek az Istenbe. Nem akárki voltak ezek. És Lehóc meg egyéb. Tehát olyan nevekkel, hogy mind mutatja, hogy ő konkrétan tudta, még néhány ugye 1900-as évek elején éltek is ezek az emberek, tehát ő tudta dokumentálni, hogy ki voltak ilyen pásztor királyok. Na most, hogy azért haladjunk is, mert aztán jön a Miklós és mondta, hogy 9-ig van neked itt a mandátumom, és hát ne ragudjam, de reggelig tudnánk erről a témáról, mert ez egyik legkedvencebb témám, még nem mondhattam volna, ugye? No, hát ha megyünk följebb, ugye, az a jövő. Mit látunk? Egy koronás címet. De azt is tudjuk, hogy a babjok, akiknek a jellemző nézete mindig a szembenézet, az ikrekben a második holtház, előtte ugye a bikába, ott van a disznó az első holtház, és a galamba másik, a galamba nappali madár, mindig ikresedve ugye a baglyok azok meg az éjszakai madarak. És mindig tragikus közlés. Legtöbbször úgy, hogy olyan valami megy a szájukból, hogy tüskés meg. Ugye két nyelven azt mondja el, hogy bizony tragikus dolgokról kell regélni, hogy így mondjam, beszélni a madárnyelven ezeknek a babjoknak, és nyilvánvaló, hogy ez az ember, mivel belelátott a jövőbe, már bátos volt, ez meglátta azt, hogy majdan ugye lesz egy első világháború, lesz egy trianon, ugye amiről még beszélnünk se lehet. Hát micsoda dolog ez, hogy legalább a Horthy rendszerben ki lehetett beszélni. Ma már ez se lehet. Hát mi van itt? Hát következményeiben milliók haltak meg. Nem csak úgy, hogy tényleg felakasztották magukat meg egyéb, hanem minden módon, mert hát ugye melyik ország az, hogy a kétharmadát elveszi? És még szólni se lehet erről. Bocsánat, pont itt mondom, ahol a Trianon emlékművet, pont az a Rajnai Miklós, ugye, aki kiharcolta, az egyetlen ilyen Magyarország, hogy elővették, és legalább itt lehet tisztelegni. Trianon előtt. Hát ez egy olyan szerves egység volt, hogy nem árulok el titkot, hogy ma megvannak őrülve azok, akik ugye átlátják a helyzetet, hogy mindegy, hogy most jobb vagy baloldalának, a spanyol királyt elkezdve rengetegen, hogy valamit ki kell csinálni, mert a Kárpát-medence nem működik. Nem működik, hát megfosztották mindenétől. Megnézzük meg a folyókat, ugye. Kivágják az erdőket, aztán mekkora árvizek.
semmi nem működik itt. Még pénzt se lehet úgy csinálni, mint ahogy lehetne akkor, ugye? Arról nem is beszélve, hogy az egy nem is tudom, milyen dörzsölcsi válság, hogy elmondták már, igen, a nemzetiség. És akkor most ugye a Gábor Dénesre hivatkozva, aki közismertlen zsidó ember volt, de hogy a holográfiát megkapta, mert az égiek ezt már rég tudják, más dimenziókban van a holográfia, tudjuk, hogy mi az, ugye, hogy úgy jelenik meg, hogy tényleg, hogy mondjam, a szobrok elkezdve a képek, minden holográfikussal meg tudnak jelenni, ő kapta ezt meg, és amikor itt el kellett hagyni a Kárpát-medencét, Angliába kijelentette, hogy olyan volt a Kárpát-medence eredetileg, hogy mindenki szinte ebbe a katlanba összeégett, nemzetiség, magyarok, mindenki. Tényleg dicséretnek, és hogy a zsidó ember létére ezt kimerte mondani, erre nem hivatkoznak, ugye. És miért nem? Pedig kimondta, tudom igazolni, és szó szerint tudom idézni. Hála Isten, ilyenek is voltak, és ők legalább megmondták, annak ellenére mondom, hogy el kellett menekülni. És nem véletlen, hogy nem az atomot kapta ő meg, hanem a holográfiát, ugye? Mert azért a kettő között őrült különbség van. Na, menjünk tovább. Ja, még egy pillanat, a csás meg hosszabban, és akkor hozzad vissza. Hosszabb, megnyomod, akkor vissza. No, ez nem. Igen. Tehát erre azért nem akartam kitérni, de hogy azért lássuk. Ugye a férfi, a magos, ugye ő magját adja a nőnek. Az a magos madárnál, arra, mint egy rálép, ugye a beszélő madárnak az ágára. A nő meg, ugye a manikéuszmusnak megfelel, az a dinnye, vagy a körte, a befoglaló forma, ugye, amit ott láthatunk, hogy a madár olyan, mint egy befoglaló forma, csak madár képében. Ez a nőhöz tartozik. Tehát ezt mondanám, hogy minden egyes motívum több annál, mint amit ugye ortodoxék lehoznak róla, mert ezt diszipménynek tartják. Hiába jönnek ott 30 évig, vagy 40 évig a Néprajzi Múzeumban, vagy más múzeumban, már nekik diszipmén. Hát lehetünk rajta. Menjünk tovább. Itt a tükröse, ahol megint csak Kis Istvánnak, ugye most pont ez a témánk az idei kiállításokat a legerszeg. Kérem, ha tudnak, szeptember 15-én egy vénuszi szám, ugye 5 meg 1 az 6, akkor nézzék meg, mert ez nem akármi lesz. Ez azt akarja bizonyítani ez a kiállítás, hogy szemben a magas művészek, akár a préraffaelliták, a szecessziósok, a gödör, egyéb, hogy szinte lazán, eszköztelen, olyan dolgokat tudtak megcsinálni, amikor már kiléptek ugye a síkból térbe, vagy olyan figurákat komponáltak össze olyan mozgalmasan, hogy egyszerűen erre a magas művészet nem volt képes. Lazán. Ez már játok, megkapjátok. De még mindig voltak olyan hagyományos értékei, ami miatt ezt pásztor művészetnek mondhatjuk. Hát itt is bemozdult minden, nem csak a szívből jövő élet, fák, ugye két oldalt, figurák is. És hát sorra rendre, hol is van, ugye, nem ezen. Van olyan, hogy egy szem van a melláson. Ugye a lélek szem. Tehát észre kell ezeket venni. Menjünk tovább. Hát ez a királyzsig, amit valószínűleg Jóna Józsinak csinált, ugye őt bevitték 1836. december 17-én Kapuvára, vizsgálati fogságba, és hát ugye, mondtam, egy monster perót, 28-at magában a börtönben, akkor a Jóna Józsi az valahogy megúszta, és 40-ben találkoztak, már majdnem 6 évet kapott, nem csak azért, hogy a betyárok a cimborát, hanem azért is, mert hát uram, bocs, egy plébánostól 4 birkát elhajtott. Ez egy főbejáró bűn volt, sőt, először halálra ítélték, csak másodfokon kegyelmeztek meg neki, és kapta ezt a majdnem 6 évet. Hála Isten, így mondjam, mert nem győzte a betyárokat dicsérni, szerint ők tárgyak, ami nyilván énekel. A sert nagyon szerettem, mert ez kiderült a vitetőperéből, sereztek a cimboráival. Persze jó házi sört ittak. Na most itt mit láthatunk? Hát egyrészt ugye a
A kutya méghozzá abban a háromszögben komponálva, hogy a Jóna Józsinál is megjelenik, tehát 40-ben ugye bekerült Jóna Józsi, és kölcsönösen ugye hatottak egymásra, motivumokba, megoldásokba, sok mindenben. Ott a bárány, és ugye az életfa, méghozzá a mi szentfánk, a tölgyfa, mert ez volt a baszkoknak is a szentfája. Meg is maradt a pillanat, amikor ugye 38-ban lebombázták, az egyetlen ez a fa, ami alatt a törvényeiket hozták, az megvan. Ugye milyen csodálatos, máj is meg. És itt pedig az a pásztor, gyönyörűen megint kiterítve ugye a cifraszűre, ott a juhászkampója, és akkor nézzük meg a másik oldalát ennek, mert akkor nap mint nap előfordult, hogy a juhász ugye azt mondta, hogy ebből elég volt, és fölcsapott igazságosztó betyát. Itt van. Még viszesebb ruhába ugye a pandúr fekete, ő pirosba mártott, ugye napszíne, ő pedig fekete, és ha az ember bőjárását így nézzük, hogy a fejtetőt a kos, akkor a térd ugye az a bak letérdelt. Ezért térdelteti le, mert megalázza. Nem öli meg, mert ez nem a katedizikális nem tudom mi, hanem egyszerűen az, hogy megalázza, és ezzel elég tétel. Úgy neki nem beszél arról, hogy a természet körforgásában most ugye a nyár diadalmaskodik. De amikor tovább megyünk, az órajárásán megfelel, akkor a bak az az időszak, ugye, amikor minden ugye beszorul, bemegyünk a házba, és ugye őrizzük az értékeket, és a mag is ugye, hát megőrzendő, hogy majd tavasszal ugye, hát akkor vetés legyen. No, tehát ezt láthatjuk, ez egy csodálatos darab. Csodálatos darab, és nem véletlen, hogy feltételezhető. Menjünk tovább. Itt pedig pontosan, kerek 50 évvel később, Kálmán János, az ő cimborája, aki már ugye rezgő kezekkel oldotta meg 1890-ben, de láthatják ezt a szinte szigorú, ilyen tükörszimmetrikus életfa, ami a forgóból ered, amit ez az ember, ez egy trüváj, fényműves munkaként úgy oldott meg, hogy ezt ha nem tudnám porhoz kötni, akkor azt mondnám, hogy ez egy hadfoglaláskori vele. De ilyen ősképek, ősformák, hogy ugye a Jung ezt mondta, hogy ezek a toposzok táncban, zenében, irodalomban, vagy éppen az ábrázolásokban, ezek mind belőlük jönnek elő, csak meg kell találni a formátumot. Ez a forma meg ugye a révülés, vagy most a meditáció. Hát ezek így kerültek elő, és hát ezt is meg kell említeni, hogy csak nálunk kerületet. Ilyen, mert az a kultúra, ami elszervetlenül, teszem azt német, osztrák, angol, francia, ott már ez nincs, de nekünk a nyelvünk eleve még mindig szerves, pedig minden megtennének azért, hogy itt is ezek a mozaik szók, hogy pár, mint az éc meg egyéb, pár szónak ugye az első betűjében különféle szavakat. Nem az organikus és a nyelv kivirágzásából születő, mert ilyen volt a nyelvújítás is. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ez nem illet bele a folyamatba, akkor még szervesség volt, tudták, hogy kell olyan fogalmakat találni, amikre nem volt az előtt ugye, megfelelő kifejezés. Na de nézzük meg a részletét, ja, és a körbe komponált évszám, ami megint csak ugye a Királyzsigára, illetve már előtte is ez megjelent, csak ő juttatta anérőinre, hogy tényleg csodájára lehet járni, még betűknek, a számoknak is, menjünk tovább, és nézzük meg ennek a részletét, ahogy mondtam, hogy bizony rezgőkézzel, mert már talán 80 éves is volt ez az ember, hiszen még együtt ült 30-as években Király Zsigával, és ugye itt is, hogy letérdel, de már hogyan? Már zsánerszen, életképszerűen, ugye elhozza a puska kalkáciáját, és hát, hogy lő vele, pedig hát itt nem erről van szó. Itt nem kinyírni kell, és nem, de itt már megbomlott az az egység, az a szervesség, amiről itt nem próbálok beszélni. Menjünk tovább. Egy másik ilyen toposz, ha már a Jungot említettem, de mondhatnám a Molnár Jóska barátunkat, aki ezt gyönyörűen kibontotta. Mert a Jung ennek a felfedezője, aki ebben az egész pszichoanalitikus gárdában az egyetlen tápos ember. Isten lássa lelkemet, nem érítem, de
két felesége is volt, mert hatalmas energiákkal rendelkezett, hogy belépett rendre, ugye megretettek az üvegvázák, hogy éppen megy hozzá tényleg egy hölgy, és mondta, hogy Skarabeusz bogáról állt erre. Kinyitja az ablakot, és télen beveszi a Skarabeuszból. Csodák történtek ez az, mert nem véletlen, hogy Freuddal ugye pillanatok alatt szakított, és nem kért belőle. Na most ez az ember ugye ezeket a hozzá tapadó ilyen toposzokat leírván, Molnár V. Juska remekül a népművészetre is alkalmazta, és tényleg ezek kivétel nélkül ilyenek. Akár sikva jelennek meg, akár szobrokként, tehát ősformákként, ős szobrokként. Itt az a toposz látható, amikor ugye a népművészetek szerint vonulnak a betyár. Csak hát ez nem ilyen egyszerű, mert ugye mindegyiknek a kalapján, vagy a kezében, vagy éppen nyomhagyásként a csizmája után, ott vannak az attribútumok, amik mire utalnak. Hát ugye néha három, néha négy életkorra számolnak. Ifjúkor, felnőttkor, időskor és öregkor. Ezeket, ha nem úgy nézzük, hogy egy mikretát vonulnak, hanem úgy, hogy karnakban a nap, ami besüt a templom falára és sorrendre, amikor éppen aktuális, ugye le lehet olvasni, hogy éppen adott képírás kompozíciókat. Menjünk tovább, talán meg tudom világosítani, hogy miért érdekes ez, mert itt ugyanaz a szerző, tehát a Vince János Somogyi Kanász készítette. Ugye, ha itten balról nézzük, szemben nézve, ott a harmadik alaknak mi van a kezén? Hát vidincs. Nyilván azt a korszakát idézi meg a szerző, ugye jelesül Vince János Kanász, hogy ez a betyár a börtönbe is. Tehát azt az időszakát. Talán így már el lehet képzelni, hogy ez sokkal több annál, csak lehet úgy is vonulni. De inkább úgy, hogy egyedi életkort, hogy így mondjam, merevít ki, és az jelenik meg ezeket a tükrösöket. Menjünk tovább. Itt a másik, amikor paroláznak. Ez ugye az ikrekben, amikor kommunikálnak egymással, tehát a nyilassal szemközt ikrekben zajlik ez le, méghozzá hihetetlen, hogy a magyar emlékkönyvben mennyi ilyen kompozíció maradt meg, ezek a tükrösök. Azt szoktam mondani, hogy az ikrek ugye állandóan beszél. Egyszer egy olyan példa, amit tényleg el kell mondani, az őrségbe gyűjtöttem, és hozzám csapódott egy idős asszonyság, és én, aki csak félig inker vagyok, mert ugye június 22-én születtem, félig inker, félig rák, hát lebeszél, pedig hát láthatják, hogy azért a beszélőként nekem is kinyitották, és mondom neki, hogy ikrek, rám néz, azt mondja, honnan tudják, honnan, hát mondom, én a félig ikrek nem jutok, maga mellett szóhoz. Na most ez pontosan ezt a csillagjegyet, vagy zodiákus jegyet, ugye pontosabban zodiákus jegyet mutatja be, amikor két betyár parolázik, találkozik, kommunikál. Ugye a békés a szándék, mert lefelé irányulnak a csövek. Ez az a kis János, az a kis János készítette, akinek a szembenéző 1843-as borotvatokján a betyárt látott. És nézzük tovább. Itt pedig egy ugyancsak nem pásztorember, csak a pásztornőzet, hogy így mondja, modorában dolgozó ember, ezt meg úgy hívják, hogy Németh Mihály, és ez kocsis volt, és valószínűleg parád és kocsis. És megint itt mit látunk? A puska csöve le is van váltva, megint paroláznak, és közte az a fa, az mire utalhat? Az ikrekről van szó. Hát természetesen az a tejutat jelöl, mint a folyóval, vagy a híddal, vagy a fával. Aztán majd a másik felére is kitérünk ezeknek, mert most még talán nem hiszik el, hogy ezek szakrális darabok. De amikor a másik felüket megmutatom, és kiderül, hogy ott mind profán oltárok vannak, akkor hát már elnézést, de a ortodox néprajzosok sokkal kívül mindenki elgondolkodik, hogy hogyan. Hogy hogyan vannak ezeken az ábrázolásokon oltárok. Mert azok majd láthatjuk. Menjünk tovább. Ha délebre megyünk, ugye Simon Boranya határa volt egy ilyen ember, hogy Kocsis György és Kanász volt a Széchenyinek birtokán, ilyen hosszú megnyújt figurákat, karcolt, főleg sótartókat készített, itt is a parolázás.
minden magára is valamit adott pásztor ezzel a témával megpróbálkozott, sőt, mi egész sorozatot csináltak, és egyik szebb volt, mint a másik. Miért? Van egy ilyen, talán találkoztak vele, már másodszor adták ki, legalábbis az első kötetöket, hogy szebb beszél. Most ez nem az ókori Egyiptomnak az a gyilkos, mitikus őse idézőjelre mondom, hanem ez a jó pásztor fogalmát teljesíti ki, és ez egy éti közlő, a Jane Robinson, ez egy médium nő, aki ennek az embernek, mint egy égi közlőnek, ugye, vette a, így mondjam, az adásait, és a félre meg gyorsírása rögzítette. Az első könyve, az ugye, hát bocsánat, de mégiscsak Amerikában adta le, nagyon szoktam volt mondani, hogy a Gábornak, amikor adtam, anyám a fejemhez csapta, mert annalmas. Ugye, ott olyanokat közöl ez a szett, hogy hogyan kellene aludnunk, hogy 5 órakor felkeljünk, akkor jönnek a legjobb sugárzások a kozmoszból, ebéd után, hogy itt szokták, hogy a diófa vagy az alma alatt egy fél órát aludni, különféle ilyen életmódbeli tanácsokat ad. De a második könyvében rendkívül izgalmas dolgok, legalábbis az első változatban, ott a 27. oldalától jelennek meg ilyenek, hogy 80-100 évvel azelőtt olyan művészet volt a Földön, hogy az egyben kommunikáció is. Na, erre már fölnyerítettem, már nem is profán vagyok, mert mint egy az égiek, ugye, megerősítették a papgábori kutatásokat. Mert hogy írja le a szett, illetve hát a nyomába ez a médium, a következő képben. Még mielőtt valaki látta volna az állatnak, a szarvasnak, ugye, az alakját, már a külalakjából, és itt mindig hozzá kell tenni, hogy a Gábor ugye jobb pásztor vagyatéknál beleépte ezt a hat alapját. Nyámoló, pöfögő, sziszegő. És folytathatnám, amik alapján betű szerint le lehet olvasni a közléseket az ilyen képírásoknál. Tehát még ilyen vonatkozása is van ezeknek, és ez már volt 80-100%-ben. És ez azért lényeges, mert a magyar népművészetnek a 80-90%-a hit. Tehát ennek a szerves nyelvnek a birtokába, ebbe a kultúregységbe, a Kárpát-medencébe ilyen tárgyak maradtak meg, és ugye a szett úgy közli, hogy ezek ma már csak nyomokban maradnak meg. A Földön lehet, a Kárpát-medencében tízezeres nagyságrendben vannak ezek, utána számoltuk. Hát itt a kerámiában a textil is sok minden belejön, de tényleg tízezeres nagyságrendben. És ugye hozzáteszi a szett, hogy ezeknek a visszakódolása, tehát a felfejtése, az értelmezése, az már alig megvalósítható. Holott itt pont Magyarországon, a Kárpát-medencében, Papp Gábor és társa, ugye, több tucat ember ekkor már javába ezzel foglalkozott, és ma már ezek teljesen megvilágosodtak, ezek a jelek, ezek a kompozíciók, még mondom úgy is, hogy betű szerint is lehetőket olvasni. És ami lényeges, azon túl ugye, hogy itt egy megerősítette a Papp Gábori kutatásokat, hogy leírja, hogy voltak a beszélők, akik mindig akkor kerültek elő, a történet során mindig, amikor a szellemi horizont elsötétült. Tudnék, ugye ezek között nagy rész tártosok voltak, tudták, beláttak a jövőbe, hogy 50 vagy éppen 30 év múlva elsötétül minden. Most ezt a kort éljük. Gyurcsán is bandája éve. Nem tart sokáig, mert most már felgyorsult minden. Na tehát ezt a időszakot csak úgy lehetett megkodúszni, hogy nem csak az akasalemezőkben van, amit ugye a tártosok le tudnak hozni, vagy feljegyzésekbe, hanem mindig voltak olyan emberek, akik járták a területet. Azért járták, hogy ezeket az információkat átadják az embereknek, mert ők ugye tudtak a felső világot olvasni, a másik pedig, hogy őrizték a lángot. Ezek az emberek, ahogy jártak, és nem könyvben, nem ilyen talulista módon rögzítve, hanem megszólítva egy tekintettel, egy simogatással, te jó úton jársz, te jó csinálod, vagy éppen a tábortűz mellé leülve, ugye, ezeknek az embereknek elmondták, hogy most ilyen korszak következik, de ezt túl lehet élni, és ugye hadd mondjam el, hogy van reinkarnáció, bizony sok-sok előéletünk van, és majdnem úgy jövünk újra le, hogy akkor már nem ez az időszak lesz. És ugye nagyon izgalmas a Végvári Jóskának ez a
nyelvészeti felfedezése, hogy a bújtár legyen az csikós, bújtár, kalánz vagy éppen juhász, a bújtárból lesz a betyár, hangulatilag is egyetlenül megegyező. És ha megéri, tehát ha nem kerül börtönbe, nem lövik fel, nem, akasz, nem lövik le, nem akasztják fel, éppen ugye volt olyan is, hogy a fajták inkább bemaradtak bennénk, de nem adták fel. Ha ilyenek megmaradtak, öreg betyárként, akkor lettek a budárok, a dinnyel vagy a szőlőcsőszök, akik ugye ültek a tábortűznél, teszem azt a Kánkicsi kis Géza, ugye, Kánkicson élt, és 1930-ban megjelent egy gyönyörű könyve, ott leírta, hogy ebben a 48 kisnemesi faluba kb. 11 ezer ember, előbb hátul lezárták a falut, és a tábortűz mellett ugye őrizték a falut. És ott el lehetett beszélgetni ilyen dologról, hihetetlen, hogy mi minden megőrződött, ha ezeket a borzsákat összeszedjük, és akkor kerek lesz az egész múltunk, hagyományunk, és tényleg teljes. Hát itt például olyanokat feljegyeztek, amint a sumíroknál a nem hivatásos, hogy így mondjam, asztrológusok, vagy inkább asztrológusok, tehát akik a működéssel foglalkoztak, hogy két ilyen alakozó fát, viszonyítási alapot, ugye bemérték a holdat, vagy a napot, vagy más bolygókat, és úgy nézték, mint olyanok, akik ugye az égi dolgon eligazodnak. Menjünk tovább. Lenti József, akit csak a maga körében Jágernak mondtak, és aki ugye a Madarasi László, a Geszti, a Somogyi Geszti, hát kocsmáros elmondása alapján ugye leírta a gyűjtőnaplójába, hogy egy nagyon karizmatikus ember, egy szép szál ember volt, Betyár is volt, ezt pedig a Göci Ferenc írta le, és beszélt az állataival, jelen esetben, mert panászolt egy viszonyulat, és amikor érezte a halálát, ünneplőbe öltözött, meggyógyult, megáldozott, de addig nem tudott meghalni, amíg ki nem vitték, legalább át a disznói közé, ahol minden disznói át a személy szerint, név szerint elbúcsúzott. Tehát tényleg egy tátos, meg betyár ember volt. És itt van, hogy miket. Hát ott ugye az a toposz, amikor vonónak, vagy még inkább ugye a két életfázist megjelenítik. Itt a parolázás. Szinte tényleg ilyen iskolás módon feldolgozza, és valóban pedig az a bizonyos mitológia szerint a merülhegy a világ közepe, amit ugye mindig a sasok őriznek, ott vannak. Gyönyörű. És még azt is hadd mondjam el, hogy nagyon érdekes összehasonlítani azok az arhaikus imánkkal, amit ugye Erdély Zsuzsanna, meg Takács Gyuri és mások paragózóimre sorra rendelek felkutattak, és ezek is ezrével vannak, de furcsa volt, hogy nem egy az egybe lehet áttenni ezeket a képi világokból, vagy fordítva a képi világból ugye a forgóba. Nem. Ennek is megvolt ugye a maga szabályrendje is, tényleg az szerint alakultak ezek a kompozíciók. Menjünk tovább. Hát ez az egyik legcsodálatosabb. Vannak a Németh Mihálynak, akiről már beszéltem, Sobri. Sobri ugye tudjuk, hogy 1837. február 14-én Lápafőnek önkezével lett véget az életének, de ugye a fáma szerint egy hős az nem halott. Ezért aztán azt mondták, Szlavóniába ment, Tiszántól, Amerikába, orkocsmáncsó, tolgyógyszerész, orgyóflaba gyereke, csak nem volt meg. Minden kapcabetyának sírja van, máig is ezeket értetik is virágban, Sobrinának. Tudnék, a fába így szól, hogy ő hírosz volt, és a híroszokat mindig lóra ültek. Ő soha nem ült lóra, nem is tudták volna a betyártársai követni, pláne nem ugye a bakony rengetegében ott voltak a legtöbb. De így kukál, hogy lóra, és micsoda gyönyörű lóra. Az nem azért ilyen, mert egy ügyetlen ember volt, pláne egy olyan ember, aki örök életben lóval foglalkozott, ugye, hanem a gyerekrajznak megfelel azért, mert a feje, nem azért, hogy usuljon a ló nagy a feje, hanem azért, mert az a szellemisége, a szügye, a lelkisége. És ez a lényeg, egész korcsos a teste, mert egy más dimenzióban nem a teste van szükség. Mutatom, hogy valamikor nincs is teste, ugye. És mit látunk? A csillagok között lovagol. Hát egy jövőről próbál gondoskodni, vagy sok mindenről. És
itt a másik oldalon ugyanez látható, csak más, hogy így mondja a virágnyelvet. Hát először is ugye a Dingdis csillagok, a Sumér földön is ugye a Vénusz csillag középen, amit ugye lehet oltári szentségnek is mondani. Két oldalt, ugye nincs a magyar ábrázolásban, ez az egyetlen, ez a lucabuza, amit ugye vízbe tesznek, és akkor karácsonyra a jászolba vagy az oltára kerül, nézzük meg, ikresedve megint ott a kettő. És mi a lucabuza? A halálon túl élet, a magon túl élet, amikor kizöllem. Magyarán ugyanazt mondja el, csak más virágba, egy oltárra gazdagítva, ugye, amit a lovas figurán elmondszik. Ez olyan következetes és olyan konzekvens, hogy nem is tudom, hogy miért nem lehetett erre rájönni. Hát tényleg kivöki a szemüket. És nézzük meg most a következőt. Tudott ő proporcionálni, arányítani a lovas figurát itt van alul. Pedig annak köszönhetjük, hogy ugye, hát ő is kamraföltörés és egyéb meg betyárokkal való cimborálás, ugye Zalaegerszegen a börtönben volt, és mivel volt egy ilyen cimborája, Németh Péter és Nyitrai Patti Zalakoppánnyal, ezért, amikor József nevű gyermekük született, hála Isten nem volt ugye akkor még postai disztávirat, és megfaragt ezt a gyönyörű mándulót, ami még így csokkában után is, mert kivették az utolsó gazda, és oda tette a tükröt, abba borotválkozott, elég elleni téletre. És itt van alul gyönyörű proporcionál, hogy hogy meg tudta egy lovas figurát ez a Németh Mihály csinálni. Aztán ott följebb, teljesen mint egy sumér cikurát, az a lépcsőzetes valami. És fölül pedig az a szárnyas nap, ami már közel és távol ebben a korszakban, hogy 1841-ben készült, sehol nem volt szárnyas nap, csak Magyarországon. A faragások tele vannak vele, a Buzsák környéki táska, mit tudom én, melyik faluk tele vannak a textíliák, sőt, ugye a Vasasanó bácsi, az utolsó könyvét halál előzte, a kék könyvét, az egyik fejezetet a szárnyas napoknak szentelte, mert Holotaszeg is tele van szárnyas napoknak. Mindegy, hagyjuk valaként az egyik fejezetet így. Ennek szentelte. Menjünk tovább. Tehát ez, mint egy a tárgy általi jó kívánság volt, amit mondom, hát disztávirat így oldott meg, hála Isten, Németh. Itt a munkálkodásának az eredménye. És mivel ő ugye nem volt echte pásztor, hanem kocsis volt, nem véletlen, hogy a bal oldalt középen egy bosnyák köszönös, egy polgári ember, nagy kokonokból került az elő, egy múzeumban található, és az a lábbal hajtott ugye köszörűgép, és az is nagyon érdekes, hogy ugye a két kard, így egymásra téve vagy az olló, az a rákot jelenti. Vele szemben mi van? A vak. Az pedig az épített közeg, alul a házam, azt jelenti. Tehát a sötétség és a világosság tengelye van, mert a pásztorember vagy a pásztorok barátja ezért érkezte leginkább. És ilyen módon gyönyörűen leírta, megint csak az ember azt hinni, hogy egy zsáner kép, és a viselet alapján, hogy egy bosnyák köszörűs, de nem. Hihetetlen fontos dolgokat, ami számukra a legfontosabb volt, azt ábrázolt, hogy egy képi eszközökkel menjünk tovább. Ugye most meglepődnek, hogy hogyan jön fel Jeronimo. Sőt, hogyan kerül a koponyája abba a bűnszövetkezetbe, amit túlsfém jelez. Mert az, a koponyát ellopták, és ez a csontok és koponyák, mit tudom én, milyen ilyen társaság, hát ott hozzák meg a határozataikat, és ez már az egyetemtől, hát ugye folyamatosan megvan, pont ennek az embernek. Mert ki volt ez az ember? Ez egy apacs indián, vagy? Jeronimo. Apacs indián, akiről ugye Sólyomfi Nagy László kiadott egy könyvet, de abból szinte semmi nem derül ki, hogy ő egy tátos ember volt, legfeljebb az, hogy legalább 100 ilyen bevetésben részt vett, és ebből legalább a feléni egyedül maradt, és életben maradt. Tehát nem fogta bolyót. És a Jóri, ez valószínűleg ilyen skót vagy érember, ennek megjelent a tátosok, sámának, mondta, hogy édesvízni egy kis vékony kötet, az leírja, hogy ő amikor táncolva énekelt, vagy zenélt,
akkor mint egy fölszállt és fölülről nézte magát. Magyarán testelhagyás volt, ami a pápusokkal jelentkezik. Na itt már mindjárt ugye rásik a tantusz, vagy hoppá, mégiscsak igaz, hogy ez tátos ember volt, és ahogy a gyenge Lajosnál is mondtam, hogy tényleg nem fogta volna. Aztán itt lediktált egy ilyen szerencsétlen embernek, aki az életére volt kíváncsi, hát lediktált azt a kórias életét, ami vállalható volt. Itt lovon láthatjuk, és mindig, amikor megverték ugye, a telepeseket, akkor mindig azt mondták, hogy Geronimo jött az ember. Már Geronimo rég 150 éves lehetett volna, még mindig, amikor vesztettek, akkor mindig Geronimo-ra kerték ezt a vereséget. Nézzük meg közelebbről is, mert itt szükségszerű lovon, mert a hatalmas területeket jártak be. Itt van. Nézzük meg a szemét, ami a Rózsa Sándor is visszatért. Akkor Kufsteinben, a börtönben volt, ugye lefényképezték. Olyan szúrós tekintető, és olyan intelligens, de olyan. És ugye ott a falon is sárga-feketével lerajzolták, mint Kufsteini robot. Hát persze, ezt úgy mondják, hogy primitív ember, de amit tudott ez az ember, hát menjünk tovább. És itt van Sagony. Ugye mindjárt látható, egy megalázó helyzetben van. Ül, vagy gugol, vagy mit tudom én. Savanyú elfogása, mondja az aláírás. Mind a képzőnészetnél, a képeknél, vagy a szobor. Nem kellett ezt tudni, hát hiszen amikor 88-ban elfogták Savanyú Józsit, ugye Tapolcánál, a Benevendel, vagy róla is szó lesz, ugye ez az ember leitatta, és a két zsandár ráugrott, mielőtt a puskáz pisztolyát lét volna már, megbilincselték. Tapolca apraja nagyja szürkületig várta, még aztán megjelentek és hozták Savanyú Józsit, aki tényleg bűnöző volt. És láthatjuk itt, hogy nem csak a felírás, maga a tükrösnek is ez a szelencékre, úri szelencékre emlékeztető körvonala. Aztán az, hogy a fő figurákat, a ténylegesen figurákat, azt egy időigényes technikai eljárással, a spanyolozással készítette. Aztán mint egy staffás figurákként, vagy alapokként, fákként, karcolva a többit, ami már nem volt lényeges, az a gyorsabb haladást is ugye lehetővé tett. Ezáltal előtér meg háttér. Tehát kiszabadult ugye ez a kép, és ez már bizony a hanyatlás, ugye a síkbeliségből. Arra nem beszélve, hogy ott ül, és a bőgatyája megint megmondja a síkbeliséget. Aztán itt a pandurok is, és ő is, feketében van, nem vörösben. Tehát nem, az igazság nem az ő oldalán áll. Na nézzük tovább. Igen, itt pedig ugye azt láthatjuk, amikor egy tükrösön egy olyan, azt hiszem két ilyen szereplő van, de mind a kettőnél a Balázs Vendelné, aki szintén már itt Zalába, illetve Egerszegén bemutatódik az életműve, ott bal szélen egy ilyen testesebb ember. Hát ez a Benevent. És most elnézést itten, de régen ugye olyan nagyon szálfa, vékony emberek voltak, és hogy mégis valahogy ugye megkülönböztesse azt az ember, aki ugyan, hát, hogy mondjam, jogosan feladta a savanyút, de azért az árulót, azt valahogy meg kellett különböztetni. Hát így különböztette meg a szerző Balázs Vendel, hogy ilyen testes figurává tette, és egy másik ilyen tükrösén is ez van. Itt ugyancsak ül, ugye? És, na, menjünk tovább. Itt már egy másik, ez nem a Balázs Vendel, ez egy gyújtótartó. Ami, hát ugyancsak ezt a kompozíciót mutatja be. Menjünk tovább. Itt pedig már egy teljesen megbomlott kompozíció. Ez már olyan, mint a Ponyvai irodalomból léped volna át ide. Itt már, hogy mondjam, már olyan mozgásban van, hogy ez már teljesen nem jut az igazi pásztorművészettől. Menjünk tovább. És akkor nézzük meg, hogy említettem, hogy sorra rendre azoknál a parolázott betyároknál, ugye ott van, az oltár. Hát középen, aminek tükrösen csak a fedelét ismeri, Kottóról került be a Öcsei Múzeumba, mit látunk? Hát azt a büsztöt, amiről én majd beszélek, az a mellkép és fejje, eddig a szellemiség, a derékig a
lelkiség, ami most ugye a központi téma lett. Nem tudom, ki olvasta a kristálykaponyák fejtélyét, ez még az Alexandrának volt a kora időben, vagy 10 éve jelent meg. Ott az Alejandro főtátus leírja, aki egy maja leszármazott, és Guatemalában az ő népét úgy lőtték, miben nyulakat a főtisztek, lövették a katonákkal. És ez az ember ugye megadva a módját, nem telefonon, nem munkofonon, hanem mindenkit Észak-, Közép- és Dél-Amerikában személyesen meglátogatott, hogy összehívja őket Guatemalába, ott, ahol mondom, hogy lőtték őket, mint a nyulakat, és ott egy ilyen megbékélési valami lett, ahol ezek a tántosok sorra rendre ezeket a gyilkos főtiszteket megölelték, és megmondták, hogy nincs harag, de értsétek meg, a föld akkora gondban van, hogy szükség van a mi arhaikus ősi tudásunkra. És mit ad Isten? Rá két évre, ugye 95-ben, Velencébe, a legnagyobb eddigi maja, hogy mondhatnám úgy, hogy magyar, mert ezek végül is nyugatra mentek, de ezek ugyanúgy magyarok, hiszen rengeteg dolog azonos náluk. Tehát ezek a maja dolgok ki lettek állítva Velencébe, és ugye pontosan az, tudom, azt hiszem, nem hoztam ezt el, az a madárember került mind a katalógusra, mind a plakátra, a skorpió ember, aki ugye, amikor a, hogy mondjam, a leszálló ágban van, tehát a kigyógy elnépező leszálló ágban, akkor ugye mi vissza az anyagiasság és a szexualitás. Amikor mehettől elszakadt, akkor a lelke át lelkesítve a szellemiségét, ugye megindul fölfelé, ez a madárember a maják. Egy madárfejű ember, oda nézetve, meg szemben nézetve, ott van, megkaptam a katalógust, nem tudom, most lehet, hogy nem hoztam el, de számtalan ilyen ábrázolás nálam is, csak más változatra, mert mindenhol másképp jelentkezik ez a dolog, de ugyanez. Most eljött az az időszak, hogy eljutottunk a Holdig, a Marsig, mindenhol, csak éppen önmagukkal nem tudom tisztában. Egymással lepusztítjuk a világot és soha. Mert a lelkünk ugye, az, ahogy mondták, videreg a lelkünk, ugye, azt a Verlen írta, hogy a mindvalóan videreg a magán, ugye, hát itt tartunk, ez a videregés. És ezzel szemben ugye az a bal oldalon levő tükrös, amikor a két parolázó ember között megjelent a életfa, a tejutat jelképezve. És nézzük meg, hogy csak gyönyörű kompozíció. Kocsisnak vagy parándi és kocsisnak. Hát eleve az oltár közepébe, ugye alul, az a négyes szívhosszú, ami a négy irányba kiterjedő lelkiséget jelenti, és higgyék el, én rengeteg ilyen népművészeti könyvet búvárok, csak a magyar népművészetben van ez, ami pontosan arra haj az, amikor Jankovics István ugye 56 után kiment építész, aki Svájcba telepedett meg, és hát volt egy autó balesete, amikor már lementak róla. Ő leírta, hogy fel volt, látta, hogy mi történik, és mivel ugye építész volt és kiválóan rajzolt, sorra rendre a más dimenzióban megjelenő, olyan emblematikus rajzokat hozott le, hogy uram, bocsia, ezt a szívkoszorút is. Tehát ez rendkívül fontos. Ez igazolja azt is, hogy milyen ős művészetünk van, nem mondom, sehol közel és távol ilyen nincs, meg azt is igazolja, hogy igen, ez egy rendkívül fontos dolog, odaállítva is, és képírásként csak a magyar népművészetben található meg, de nagyon sok, hát itt is láthatják, itt középen ezt a tükrös, vagy ott is ugye ezt a hüsztöt. Aztán itt ugye egy husvéti jelenetnek tűnik, de hát sokkal több, a 12-esség található benne, nap, hold, aztán minden, mert hát mindig a 12 zodiákos jegy jelenik meg, méghozzá ilyen gyönyörűen, ilyen oltárszerűen. Ott pedig még azt is el kell mondani, ugye, hogy olyan, mintha egy ráknak lenne a két oldal. Ugye a rák az vízbe él, és az is, hogy olyan, mintha ilyen kaktuszszerű, tehát vízes poskás valami, mert ugye azt tudjuk, hogy a manikeizmusban ugye ették a szőlőt, meg a dintit. Mani ebből ezen élt, mert így volt meg az a lelkisége, meg szellemisége, ami a munkásságra fontos volt, különösen, amikor elment a barlangokba. De hát arra is haj az, amikor a két kápolna virág két hőse, a
fiú és a lány meghalnak, és akkor ugye a sírjukból elkezd a rózsafa a két oldalról egymás felé közelíteni és összeadni. De hát sok minden más is még van, menjünk tovább, tudom befejezni. Na itt van ez a közelről, ez a tükrös, ezt is az a kis János készített, aki mecsitként született. Menjünk is tovább. Itt közeledre nézve, hát még az is, hogy ott az a piramis forma is, mert ott a ráknak az a két valami ott középen, hogy megjelenik, azt ha térben nézzük, az teljesen egy kis piramisnak tűnik. Akkor most ugye nem nehéz elgondolni, hogy bizony milyen fontos volt ez, hát itt Bosnyák körül a földkerekség legnagyobb piramisára akadtak. Milyen érdekes, a Kárpát-medencében. Már kisajátítják, meg már a hivatásosok, hogy én nem igaz, hogy járatok vannak benne minden, de ők nem hisznek. Erre mondta ugye a Komoróczi Géza, hogy a sumér magyar rokonság bizonyított lesz, ő akkos észben. Hát ilyen a felkent tudós akadémista. Elakadt, elakadt tudás képviselője, tudjuk, mert a névben minden benne van ugye. Menjünk tovább. És hát ezekre a kristálykoponyákra gondoltam, mert ugye 13 volt Közép-Amerikában, és amikor megjelentek ezek a janicsárok, ugye akik megbecstelenítették az idős asszonyokat, a feleségeket, a lányokat, a Debrecen dendrológus barátom kint volt, és mondták, hogy ezrével kötötték föl magukat a fára ezek az emberek, mert náluk akkor a szégyen volt, ha megbecstelenítették a feleséget, vagy éppen az anyjukat. És ugye ezek egy barlangban voltak, ezekről többször szó van, hogy elviszik őket, akkor már nem tudják úgy betölteni a szerepüket, túlmélik, miért ilyen koponyaszerű. Mert ebben van legalábbis, amiket ősileg leadtak az égiek, azokat öntötték, ebben van minden információ, az egész kozmosznak az információ. Amit itt a Földön készültek, a kisebb változatok, azok csak a Föld információját rejtik magukban. Ebből minden lehozható. Mondják, hogy a Britisbe is került egy, ez a Hughes, ugye, aki inkább a lánya találta meg, és amikor alányultak, akkor elkezdett rezonálni, aztán akkor ugye a Gerbert, ez a kiváló, aki második szilveszterként mutatkozott be, mint pápa, ő egy tátos pásztorember volt, és őróla leírták, hogy beszélgetett a koponyákkal, és a dél-amerikaiokról is elmondják, hogy ide az árkakocsban ilyen kis botszerű valamit tesznek be, akkor csattognak minden, akkor beszél. De ugye Gerbert, aki egy nagy erejű, tényleg egy elhivatott tátos ember volt, ha az ilyen ráteszi a kezét ezekre, vagy közelhajol, akkor a múltba, jövőből, távolról, közelről minden információt holografikussal, megint mondom, be tud hozni. Hát ezek ilyenek, és higgyük el, hogy a Kárpát-medencében is volt ilyen, és valószínű. Most mindegy, hogy Nagy Károly nem élt, nem volt szent, nem volt nagy király, mert egyre inkább úgy tűnik, de az a 14 társzekér kincs, amit innen elvittek, az avarok kincsét, abban miért ne lehetett volna ugye egy kristálykoponya is. Amit harmadik Ottó azért, hogy tanított ez a Zserbert, a második szilveszterként pápa lett ember, ugye ezzel jutalmazta meg, és így jutott hozzá a Zserberthez ez a kristálykoponya. Menjünk tovább, és talán annyit elmondnánk a számítógépben is a szilícium kristályok, amik a memóriát őrzik, meg a fejlőre is. Nem érdekes? Na most, ugye itt látszik egy beavatott ember, aki ráteszi a kezét, közelhajol, és akkor mindent megtudják. Ha már Magyarországon is van, aki bármit le tudnak ezekről a kristálykoponyákról információt hozni. Menjünk tovább, itt egy nőt is fogunk látni, aki ugyancsak ugye a kezét oda téve, és akkor megjelennek neki a bele kódolt információk. Menjünk tovább. És ugye Rózsa Sándor, már róla nem beszéltünk. Hát nem beszéltünk azért, mert a alföldi betyárság egy külön világ, és sajnos nincs ábrázolás. Láthatták, hogy itt én mind dunántúli vendéglátóban dolgoztam. Ez is dunántúli, az a lenti Jáger József készítette, akiről mondtam, hogy a Viszlai közé személy szerint búcsúzott el. Oda van írva, hogy Rózsa Sándor. Igen, van
Nyíregyháza között, ahol az a templom van, a Báthoriak temploma. Ott van egy olyan múzeum, hogy egy ilyen rokkatalp, vagy Nyírbátor, igen, viszont. Tehát egy rokkatalpon ott van, rá van írva, hogy Rózsa Sándor. Ha nem lenne ráírva, akkor én azt ijedném, hogy ez egy török vasa. Semmi nagy vonalúság, hogy ami a betyárokra jellemző. Itt még azt is láthatjuk, hogy akár az afrikai Benini szobrászatnál, vagy bárminé, hogy az alak jóval nagyobb, mint a ló. Tehát ezt a sajátos arányvilágot láthatjuk itt is. És ugye nem véletlen, hogy egy betyártársát, ő mint egy megmintázott karcolta, és most a következő, hogy 20 éve hirdetem, hogy Rózsa Sándor tátos volt. Hát elég az ember ránéz a személyre, a tekintetére azonnal látja. Ugye ezt minden módon cáfolták a hivataltársasok, hogy én ilyen elszállt ember vagyok, és akkor jön egy ilyen misztikus levelező, a Placi tudta a címemet, minden valami titkár, ilyen, mint tudom én, névvel írta alá, máig nem tudom, hogy ki az. Menj el a rendőr múzeumban, ez a Festetics utcában, a keletihez közel, mert ott van Rózsa Sándor fej szelvénye. És elmegyek, és mit ad Isten, ott van, hogy a harmadik szeme repanált és visszamegy. Tehát mint Tibetben ugye, a lámáknál megnyitották, hogy a harmadik szeme előbb működjön. De ott van a bátyja is, annak érdekes módon nincs ez. Hát ha még ebbe se hisznek, akkor tényleg azt mondja az ember, hogy akkor már semmiben nem hisznek ezek az ember. Ott mondta az ember, hogy hát ugye ez volt, betörték a fejét. Mondom, ha betörték, akkor szilánkokat. Így viszont egy majdnem kerek alakú, és visszajött. Tehát akár több évtizedig is ezzel élt ugye. Na most a másik, hogy tudjuk, hogy Kossuth Lajos megbiztolja Jókait. Én kiderítettem, hogy nem Jókai tárgyalt azért, hogy a Rózsa Sándor 150 lovas betyárt állítson fel, és akkor eltörlik a múltjukat, nem kerülnek börtönbe, harcoljanak a szabadságharcba. És mit ad Isten, ugye ezzel az orvosostorral a szerveket pillanatok alatt leszették a lóról, vagy éppen gyalogosság kapották le, és az az érdekes, hogy az inkák, hogy az elvadult spanyol lovakat Dél-Amerikában visszaszerítették, és ők ugyancsak a spanyolokat ilyen ostorral szedték le. Na hát, ennek volt ugye a hőse Rózsa Sándor, és most a következő. Erről ugye nem szoktak beszélni, pedig ott van számtalan leírásban, hogy előtte nem lehetett kávézni. Olyan rendet tartott, hogy pénteken nem lehetett előtte cigarettát, pedig ő is cigarettát. Most ne a Móri Csikmat által, hogy ott a tűzbe vett rész Szegeden, meg nem tudom, ezek kitalált legendák, de az biztos, hogy egy tátos ember volt, és amikor ugye a Erzsébet királynő a férjével ugye Szegeden nézte, hogy milyen állati sorba kényszerítették ezeket az embereket, akkor Rózsa Sándort nem engedték szabadon, hanem elvitték Szamosújvára. Ott olyan privilegizált hát rab volt, hogy a második emeleten mondta a porkolágnak, hogy menjünk le, mert sétálni akar. És akkor mondták neki, tehát Sándor, hát zivatott. Amire oda jutunk, nem lesz, és nem lesz. Most ez a Szentesi Zöldi László, ugye gondolkodta, hogy egyik legbedottan élődtek, hogy mondta, hogy rossz idő lesz, és 10 perc múlva az lett. Csak azt nem fogják el, hogy uram, bocsánat, hát a nagy Gyulához, ha elmennek, ugye Csákberény egy mostani tátos, azt tud napsütést adva a viharba, vagy az esőbe, meg fordítva, hogy a napsütésbe esőt csinálni. Az anyai nagyapja fejemegyében ugyancsak tátos volt, és egyszer a falu, most már nem emlékszem a falura, a falu apraja nagyja kirohant, mert olyan eső volt meg ég, hogy a kepék húztak a vizet. És akkor egy 100 méteres körbe ott napoztak a birkát. Na most ez az ember, ha nem hinnénk el, ugye, ez Kádárt is gyógyította, még Kordulát is. Aztán vakarom a fejem, meg hittem is, meg nem is, azt mondja, az asszony hozta a fotót, ott van ugye Kordula, maga teljes valóságában, itt a hány pohár borutás, és a Gyula fölött, ugye, a tátos fölött ekkora fényből, ott nem tudom hány képe megörök, és mondja nekem, hát ez Lacika, hát nem mondhatom nekik, hogy ti most olyan emberek vagytok, hogy titeket nem gyógyítanak. És teljes igaza. Ő válogatás nélkül, kénytelen, pénz nélkül, és mindenki megoldja. Na hát ez az ember ezeket tudta, sőt, még azt is tudta, ugye, hogy fölemelte a tenyerét, a hüvelykujját középre tette,
És persze pontosan megmondtam a felé. Éppen, hogy mennyi idő van. De azt is, hogy ugye akkor még szekére, hogy jól jártak, a Szamosújváron vagy a környékből bejöttek, hogy milyen idő lesz. Hetekre megmondtam, milyen idő lesz, és az. Tehát tényleg egy tátos ember volt, és ugye az, hogy amikor a szerbeket is sorra rendre leszették, az ő emberei, akkor mit fogtak rájuk a főtisztek, ugye? Mert féltékenyek voltak rá, hogy raboltak bennet a könyörbe. Nem ilyenkor, amikor ugye felesküdtek, mert ahogy mondtam, nem is a jókai közvetítésével, hanem egy csendőr közvetítésével alakult meg ez a 150 fős csapat, hát szó sincs róla, nem is mertek van. Mondom, van tekintélye volt, hogy tényleg a tekintetével ölnék, hogy tudott volna, ha akart volna, hihetetlen rendet teremtett a maga módján. Na hát csak ennyit Rózsa Sándorról, és hát csak minden mást is. Remélem, hogy előbb-utóbb majd összejönnek ezek a dolgok, mert nem marad semmi nyom nélkül, és biztos, hogy még kiegészülnek ezek a dolgok, de még csak annyi. Két ember volt a szabadságharc. Az egyik Damjanics, pont az a szerb, ugye, aki a testvére ellen is harcolt, és aki egy szintén egy bátos ember volt, hihetetlen csodálatos dolgokat csinál, és ez az ember is Rózsa Sándor volt az, hogy a legnagyobb fegyverrobogásban ott nyugodtan szalonnáztak, pipáztak, semmi. Nincs igazuk. Egyrészt ugye a tátos emberek szétverték az energia révén a golyókat, a másik tudták. Ha most meg kell hallanom, akkor nincs oda, nem tudom ki, hogy meg mi vagyok. Ha meg nem, akkor úgy se vagyok. Hát ez megint azon szorítja, hogy tátos emberek voltak ezek. Menjünk tovább, és azt hiszem, igen, már csak ez van. Ez meg amikor kipányvázzák a lovakat, ugye? Mert hát ezek a csikósok hihetetlenül tettek a lovakhoz, és ezek közül kerültek ki, főleg a csikósok közül ugye a alföldi betyárok. Hát, tisztelet a lovaknak, tisztelet az állatoknak, és még inkább ezeknek a betyároknak, és ez a szeretném befejezés. Köszönöm.